első és egyetlen morning show-ja. Jó reggelt! És most, hölgyeim és uraim, elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Ez itt a morning show. 6 óra után 11 perccel itt vagyunk. Mi is jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, Feri. Hello. Hello, Jani, hello. Sziasztok, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Mindenkinek, egy nagy taps, aki velünk van. Már ilyen korán reggel egy újabb hétfő. Így van, aki minket választott, mert miért is választna mást? Így van. Most látjuk a hallgatottsági adatokat, nagyon nem is tudjuk elképzelni. Ez egyszerűen hihetetlen. Egy jó arcoskodás egyből berúgja a hétfőt, nem? Hát, persze. Szóval persze. Egy picit odaszúrsz másnak, és akkor már egy picit úgy beindul a hétfő, de elönt az adrenalin, megérkezel a megszólalás. Felébredsz, és azt mondod, hogy minek hallgatnál más, hát nem akarsz te rosszat magadnak, és már megvan az adrenalin. Mással akarunk bántani, hiszen földön fekvő embert az ember nem rugdos. Így van, hát láttuk az adatokat, hát lehet itt mindenféle kamerakorrektúra, meg nem tudom, rádiós korrektúra, meg nem, érted? Hát hagy. Most hagyjuk. Jó reggelt, hogy vagytok mi? Sziasztok, hello, jó reggelt, hát szuper. Ja, gyerekek, semmi nem történt velem. Nem, úgyhogy ne is nézzetek rám a következő 20 percben. Azt a következő héten. A következő héten sem nem történt velem semmi, mert beteg volt a kicsi, és ezért mi ja, Istenem. Töltöttük a hétvégét, úgyhogy az ő őrületben, és a két gyermek leválasztásában a kicsi nyűgös, a nagy ettől szintén nyűgös, és kimenni nem tudsz, mert nem tudsz, de bent se jó, úgyhogy nem életem hétvégét követtem el. Na, hát ez a nyűgös gyerek több törődést igényel, többet is kap, ezáltal a nagyobb is egy kicsit nyűgös lesz, és nőbb törődést igényel, mert hogy egy picit féltékenyével, és a többi ismerős sajnos. Elmentem a Benivel egy programra, ahol annyian voltak, hogy nem jutottunk be, visszajöttünk, millenáris, tehát olyan tudod, amikor az egész hétvégét úgy úszik el, hogy úgy nem úgy, hogy jobb lenne, ha már úgy hétfő lenne, hogy kezdődjön el a hét, legyen vége a hétvégének, és akkor majd nézzük mit meg. Mit mondtál a gyereknek a programom? Hogy minden jegy elkelt. És oda mentem a táblához, és megmutattam neki egy kamu feliratot, hogy nézd benne, ide van kívül, hogy minden jegy elkelt. Igen, most még ez megyen, de jövő. Azért tudod, mi van a gyerek? Igen. Azért évről éve, sőt hónapról hónapra egyre okosabb lesz, egy idő után már ezeket nem nyalja be. Na nem, most még szerencsém volt, úgyhogy aztán elmentünk kacsákat nézni, meg sétáltunk egyet ott a millenárison, ami egyébként tök jó. Csak hát közben Viki otthon ugye szegény a másik gyerekkel, aki viszont nagyon beteg. Úgyhogy hát nem volt egy erős hétvége. Remélem, ti tudjátok ezt überelni, mert nem történt semmi. Valami? Hát, nekem igazából jó volt. Hát én pénteken jeleztem, hogy én a hétvégén bálba fogok menni. Voltál? Na, igen, nagyon. Ja, a mi helyi önkormányzatunknak van egy sportvállalkozása, ez a Városgazda Utánpótlás Akadémia, és ez egy éves évfordulójuk alkalmából rendeztek egy nagyon nagy bált, hogy újabb támogatókat szerezzenek a különböző ügyeknek, elsősorban a sportvonatkozású ügyeknek, amik ugye a kerületben zajlanak, és zajlani is fognak. Hát fölvetted a kis fekete zakóra? Persze, igen? Persze. Fehér nadrág, vagy fekete nadrág, nem fehér zokni, fekete cipő meg volt? Tombolát húztál egy félkor? Meg hát abból sikeresen kihátráltam, de természetesen volt rá elég nyomós indokom, mert a gyerek otthon volt egyedül, és nem nagyon akart így éjfélig ott maradni, mert amikor legnagyobb megdöbbenésem, amikor megláttam, hogy én ugye nem vagyok egy rutinos bálba járó, akkor megláttam meghívóban, hogy tombol a éjfélkor, akkor mondtam, mi van. Azt benéztem. Persze, tehát amikor az van, hogy zene és tánc 22 órától 24 óráig, na hát tudjátok, hogy én mennyit szoktam táncolni ilyen. Ott már nem nézted tovább a programot. Nem. És nem tudtad, hogy ott éjfélkor még. Igen, Jani aztán kihúzza a kétszemélyes lellei. Hát, meg a gyerek nyaralás. Hosszú hétvége. Meg a gyerek se örült volna annyira neki, hogyha éjfélig otthon egyedül kell lennie, úgyhogy elköszöntük, de ettől függetlenül nagyon jól éreztük magunkat. Nagyon jó volt, színvonalasan megrendezték az eseményt. Hát nálunk azért elég komoly beruházások vannak a kerületben, így sport tekintetében, hála jó Istennek, és na, szerencsére nem csak labdarúgás. Igen. Nem csak labdarúgás. Fideszes a polgi? Dől a lóvé? Egyébként valószínű, mert másra az első kérdésedre, hát. Az első kérdésedre igen a válasz, a másodikra meg nem tudom. Nem tudom, mi volt a második kérdés. Nem tudom, mert hogy itt most alapvetően nem erről volt szó. De több mint 6 szakosztályban 500 gyerek sportol jelenleg, ugye a Városgazda jó voltából, és egyre többen fognak, hála jó Istennek, úgy tűnik, és de te vezetem, mit csináltál a bálban? Tessék? Te csak egy sztár vendég voltál, én a mosodon egy edényeket, vagy te voltál, nem, vezette az egész volt a nyitótánc.
A bál fővédnőkével, kis Ibolyával. Azt lekéstem egy picit, tehát egy kicsit azért megkísvérkeztünk oda, de ettől függetlenül azért sok dologban részt vettünk. Nem, hát gyakorlatilag mindenkit meghívtak, aki idézőjelbe számított, de nem tudom én, hogy keveredtem bele ebbe az egyébként nagyon prominens társaságba. Igen, persze. Ne hozd magad, mindjárt 06-45-00-00 az SMS számunk, úgyhogy gyakorlatilag mindenki ott volt, tehát nagyon sokan voltak, úgyhogy jól éreztük magunkat nagyon, meg hát lehetett a szociális hátrányos helyzetű gyerekeket támogatni. Még anyagilag egy picit, hogy ők is sportolási lehetőségek szükségnek a kerületben, amit esetleg ők nem tudnak megfizetni, akkor azt így lehetett így, mit tudom, egy kisebb készpénzösszeg meg ilyen támogató jegyek vásárlásával meglépni. Úgyhogy jól éreztük magunkat alapvetően, tök jó volt, egy csomó jó prominens személyiséget találkoztunk. Kaját csomagoltattál? Nem, előre be volt rakva, mondtam, minek csak így van, elnézést, bocsánat, nyisd a csomagtartót. Elnézést, uram, a tárcát nem lehet kivinni, nem baj, szatyrot kérek. Haza mindjárt. Egy kézmozdulattal besöpörted. Nem is rossz ez a paradicsomos nyoki, egy hétig meg vagyunk belőle. Meg kell fogyasztani is lehet. Egy kis tepertős pogácsa, két liter Fanta. Mi ugye nem eszünk meg, de a nővére még csak elfogyasztjuk. Valakinek csak jó lesz, másfél literes margiciget, jársványvíz. Két liter kóla, ember csak megvan ezzel. Na jó van, szóval bálosztál is jó volt. Úgyhogy jó volt, jól éreztük magunkat, köszönjük szépen, meg hát nekem most a hét mindenképpen jól indul, mert ma viszik a kutyát varracedésre, úgyhogy végre. Elég állt, igen, ilyen szörnyű, mert sajnos, de azt mondom, hogy örülök neki, hogy ezt ki kell most fizetnünk, ezt az 5000 forint, hogy nem tudom mennyit, nem is érdekel egyébként, a lényeg az, hogy a kutya tök jól van, és vége van most ennek a másfél hetes ilyen rettenetes időszaknak, mert ugye tényleg a kis kutyus élet és halál között lebegett, tényleg sokáig már lélekben itt picit el is búcsúztattuk, és most úgy néz ki, hogy most már minden rendben van. Sajnos hozzászokott a napi ötszöri étkezéshez, amiről most megint le kell hoznunk, mert nagyon picike tehetett csak sokszor, ez nagyon kellemes tevékenység volt egyébként Móninak, akinek így hajnalban kétszer kellett felkelnie. Egyszer, igen. És de szerencsére én ebből semmit nem hallottam a füldugon keresztül. Úgyhogy most erről valahogy le kell hoznunk a kutyát, mert gyakorlatilag a kutya most léptei két óránként jön, hogy ő enni akar. Hát arról le kell hozni, nem? Hát persze. Ilyenkor, persze. És műanyag töltsér volt, meg ilyen? Jaj, ne is mondd. Az igen, annyira ilyen. Pont most láttam valahol, egy udvar váltott ilyen. Egy kutya, esőbe folyt be a töltsérbe a víz, mondom, tesó, hajzsd már a fejed, akkor kijön. Sajnos nem, mert különben kiszedi ugye a varratokat, mindenképpen fel kellett rá ezt rakni, ebben az időszakban én soha nem Deninek hívjuk, hanem Radarnak, és írgalmatlan aranyos egyébként, hogy megyünk, és akkor egy kocog elől, és jobbra-balra jár a kis fejé, mint hogyha tényleg így éppen csekkolna a környezet. A légterét. Úgyhogy, de hál' Istennek mondom, ez most így megszűnik egy időre, remélem, hogy örökre. Jó lenne emberekre is tennének ilyen töltsét, néha, nem? Néha kéne. Ugye? Én találkoztam elég sok ilyen hétvégén, és így szeretném megköszönni neked, kedves Balázs, hogy hát gyakorlatilag újabb egy olyan pont van, ami az életemben, ami hozzád fog most megkötődni örökre. Ez nem más, mint a púpom. A hátamon, én ugye Mátrában voltam hétvégén, Mátra Szent Istvánon volt ez, a minden évben megrendezik ezt a hófesztivált. És behóágyúzták? Behóágyúzták, de akár hiszed, akár nem, ez a poén többeknek is eszébe jutott, hogy az ott jelenlévő több ezer ember óriási fergeteges hangulat volt, hó, sieltek, nagy zene, minden. Nek a 80%-a jött oda, hogy ahogy akkor a Balázs mondta a púpot, hogy akkor hogy nem látszik így, mert nagy a kabát, de hogy alatta biztos ott van-e, és hogy én jól vagyok-e. Na, akkor csak szeretném jelezni, hogy ha visszahallgatjuk a megszólalást. Melyiket? Amikor te fel... Én behoztam. Oké. Ártatlan vagyok, hogy rád néztem, mondtad, mondani akarsz valamit erre, mert elcsendesedtem, és azt mondtad, van egy púpom. Ezt adom. És a dolog így indult. Innentől kezdve az én nyakamba varni. Gyerekek, én mindenre emlékszem. Jó, minden, nem úgy volt, hogy kimentünk, és elmondtad, hogy Bari úgy fáj. Hát miért, Feri? Hát olyan, úgy aggódom, miért. Kézen van egy púp. Bejöttünk, kiszedtem belőle a dajas mondat, és bedobtam, hanem te ezt országvilág előtt elpakolod.
megszokottad. Jó, igazad van, tehát ezt adom. Adom, csak te kezdtél el szerválni. Tehát te csak visszaszolva. Csak... Én rohadjak meg tényleg, hát, már megint. Most... Nem csak mondom... fogadtam az adogatást, innentől kezdve nyilván téma lett, de te dobtad be. Há, jó, erről azért ne feledkezzünk. 100%-ig adom minden ezt a dolgot. Igen, de én azért nem úgy kezdtem, hogy ez egy hegyomlás a hátamon. Azt már hát az lett belőle. Köszönhetem az lett belőle. Ezt a mi dolgot. És visszatérve arra, amivel kezdtük, ugye, hogy hallgatottság adatok is minden, hogy az ott jelenlévő emberek 80%-a odajött, tehát mi következik ebből, hogy ők bennünket hallgatnak. Sanszos. Igen, van, sanszos vagy mesélték ember, nekik. Vagy át, azt hittem, hogy láttad a diagramon, hogy itt van egy nagyon komoly megugrás. Nem, hanem hogy mindenki odajött, és mindenki megkérdezte ezt a dolgot, úgyhogy köszönöm szépen neked. Ez a szeretet megnyilvánulása. Tehát, hogy elkezdtek aggódni, érted? Abszolút. Azt mondjuk nem láttam, a röhögés volt inkább az arcukon, de értelek. És hogy sieltek? Hóágyúval, vagy hogy? Hóágyús volt a hely, így van, és hát a környéken már nincs hó. Azt tudom, hát az elolvadt minden. De egyébként meg kirándulásra tök jó volt. Mi vasárnap még mentünk egy kört, mert ott voltak a srácok, és Soma megint síjelt, egy évben egyszer elviszük síjelni a gyereket. 6 szórakozzon. Ő nagyon szerette, én most nem jutottam lécre, de majd esetleg jövőre megint megpróbálom. De marha jó, megcsináltak mindent. Az összes turista út ki van jelölve, de újra festették az összes jelzést. Nagyon nagy táblák vannak, hogy mi merre. Marha jó tényleg az egész. Úgyhogy a magába a síparkba lehet síjelni. Aha. Ott van a hó, de egyébként... Úgy az debénán néz ki, mikor csak a sípályán. Csak a sípályán. Inkább el sem megyek, azt tudom milyen. Csak a pályán van, magamban a buli nagyon jó, és körbe mindenhol már olvad, sár. Fekete minden, fekete meg, minden. Meg sáros, odamész, akkor csúszol egyet, de már amikor fölmész a kocsihoz a parkolóba, akkor már egy kicsit ugye ott nyilván sáros lesz. Ott sáros vagy egy kicsit. Aha. Figyelj, de jó volt. Maga a rendezvény biztos jó, igen. Csak síelni tényleg úgy jó, amikor minden csupa hó. Látok én is most olyan képeket, hogy maga a sípálya havas, és utána mellettem meg... semmi. És mennek fel a felvonóval, és alatt a fű, igen. Zöld a fű. Állítok osztrákoknál is ugyanez. Nincs nagyon hó, nincs nagyon hó, és jön a meleg, tehát idén szerintem ez nekem is kimarad, mert nem tudok elmenni sajnos. Síelni egy pár napot. Na, nálunk az is van műsípálya is. Jaj, hagyjad már a lőrincset, hogy már most akkor... És beszerveztek? Vagy mi van? Beszerveztek? Mert olyan leszem, mint a Csabi lokálpatrióta leszem, már tolod majd egy üzenész a polgival. Nem tudom, de szerintem azért úgy tűnt az elmúlt 6 évben, hogy én mindig azért korteskedtem lőrinc mellett, mert én azt gondolom, hogy egy szép hely. Hanem azt mondom, hogy eddig ugye a Csabi volt az, aki így a polgival, úgy a polgival, ide megyek, oda megyek. Most én az életemben nem találkoztam még a polgival. Na, ennyi azért mondom, hogy bárra mész, ide mész, oda mész, nehogy aztán itt érted előbb-utóbb. Na, az ide mész, oda mész, az mi? Hát, hogy mit tudom, mennyi spor, hányan sportolnak, mi történik hát lőrincsen, nehogy aztán, hogyha... persze. Csak nehogy aztán, hogy lással kell utóbb, ami alpolgármester mellett érted, valami új, nem tudom, trafikátadásom, vagy esetleg minden látokon van, új iskolát, vagy új óvodát, vagy valami, és érted, hogy mindenhol felbukkalsz. Mert Csabit is beszippantotta, ezért, érted, óvatosan. Mindenkit megkönnyékeznek. Csak azt mondom, legyél óvatos. Legyél óvatos. A Csabi is, már mit sem? Hát, Polgival ő már mindent, de ő már régóta. Már, érted, már viszi, már elvitték. Elvitték őt is. Elvitték őt a kerület arca. A Csabi? A Csabi. Vagy hangja inkább. Rákos. Igen. Igen, kerület hangja. Rákos, hol van ő? Keresztúron. Keresztúr? A keresztúri fiú. Na jól van, szóval ezért mondom, hogy csak óvatos. Nézzük az SMS-eket, mit írnak a hallgatók. Azt mondja, hogy jól vagy, Feri, nem fáj hátad? Hege kérdezi. Köszönöm. Varadszed is ingyen szokott lenni. Jobbulást a drágának, örülök, hogy túl van rajta, és küldte nekünk. Hát ez opcionális, nem mindenhol van ám ingyen. Ezt is köszönöm, de még nem vágták ki. Vagy ez a Janinak, ez a Janinak szó. Egyébként nem mindenhol van ingyen a varadszed, és én voltam a kutyával, és úgy elkérték tőlünk a pénzt, mint a húzat. Tehát ez nem tudom, hogy működik. Nyertem Gyokóval 240 forintot, Macika küldte nekünk. Hozd be jól. Mennyit kellett, hogy feltegyél, igen? Hát rengeteget. 1-0-4-et. 1-0-1-et. 1-0-1-et. Hárs volt. Nem lehet azt mondani, hogy nagyon megizzasztotta volna Mőri. Nem, sem én láttam, néztem. Ez a csáv megállíthatatlan. Igen. Viszont Szeréna kikapott. Fú, de rosszul játszott, azt is néztem. Ő magát verte meg. Tehát nem a lány verte meg, nem is tudom, az egy magyar csaj egyébként, egy magyar számos. Igen, magyar számos, német. Profin beszél magyarul. Visszavesszük. Aha, honosítjuk újra. Most már, hogy megverte a Szerénát. Nagyon sok magyar származású teniszező van, főleg a csajoknál egyébként, tök jó. Igen, nem, Szeréna saját magát verte meg. Uh-huh. Tehát végülis ez nem nézik a Grand Slam döntőben, hogy amikor átadják a kupát, de nagyon rosszul játszott. Uh-huh. De nem vésik rá a kupára, hogy de igen. Egyébként Szeréna saját magát verte meg. Voltál te annyira jó pont. Ügyes vagy, de mégse annyira. Nézd vissza a meccset, nem te nyertél, Szeréna vesztett. Egyébként tényleg megnéztem, direkt fölkeltem, vagy hát fönn voltam már akkor. Én nem tudom, mi van, néha olyan, mint a meleden drogozva.
Vagy és nyugtatózva, lehet. Én nem tudom, mi volt. Hát persze, hát gondolom, hogy már nyugtatozik el, mert egyébként mi történne ott a pályán. Ha így ilyen, szerintem neki már csak a lónyugtató segít. Ha igen, és ezt is távolról lövik be. Nem merik megközelíteni. Sával. Nyisd sátal! Három golyót elkapsz hájjal. Már feküdnie kéne, Még egyet. Ettől Kenyában lefeküdte ezért fehér orszarú, érted? Így van. Miért nem fekszik? A nőstői mi védte a kőkeit. Igen. Miért nem fekszik? Na szóval, hogy nem volt jó. Meg akarták simogatni a pupodat? Pedig kérdezi valaki. Igen? Oda jöttek simogatni? Tényleg mi van vele? Jobban van? Jó, teljesen. Most gyógyul. Vágják? Javul. Szerdán lesz a napja. Mi van? Hát most... Szerdán kifakad a fekély. Jaj, nem mondj már ilyeneket reggel, nem fekély. Ezt a joghurtot holnap bontom meg. Így kiveszik, az kész. Kinyílik a görcs. Fúj, akkor ezt. Megnyílik a kút. Megnyílik a zsírkút. Igen, könnyezni fog a szemölcs. Sírni fog a zsírmirigy. Folyik majd a zsír. Jaj, de jó máskára nevetni. Ugye, lesz ez végig. Persze, gyerekek, hát ez így van. Ilyenkor szokott az lenni, hogy így elkezd itt a halántékodon, vagy a homlokodon nőni valami, tudod, egy ideig röhögsz a másikon, és aztán így hirtelen, igen, valaki így tudod, így megátkozott, és egy nő, és aztán csak azt veszed észre, hogy basszus, érted? Igen. Már nem nevetsz annyira, mint régen. Nem olyan jó ízű a kacagás a másik. Azért kell óvatosan nevetni. Na, megmutatjuk, mivel foglalkoztunk mi pénteken. Ismétlésként Gicsadóról beszélgettünk, ugye Óbuda Békásmegyer önkormányzata az újonnan felhúzott épületekre Gicsadót vett neki, amik nem illeszkednek az adott utca esztétikai egységébe, hangulatába. Hát ezt hogy fogják eldönteni, hogy ez egy nehéz kérdés. Minden esetre, hát ezt több helyen át akarják már venni, és mi is nekiálltunk igazán gicses épületeket keresni országszerte, nem csak Óbudán természetesen, és hallgatói megírták nekünk, hogy mire néz az ő lakásuk, mire néz az ő házuk, mit kell nézniük 0-24-ben, mert ha nem vagy szerencsés, akkor egy ilyen körmedvényt veled szemben építenek föl. Ja, és hát ezen egyébként a Gicsadó sem segít, tehát ugye mi nem nagyon beszéltünk erről a részéről a dolognak, de attól, hogy valamire Gicsadót vett neki adott esetben, attól az még ott marad. Hát az a szomszédoknak az be van tárazva egy 15-20-30 évre akármennyire. Igen, most az, hogy kifizetsz 30 ezerre, vagy 300 ezerre fölött Gicsadót, és akkor mi van? Tehát olyan, mint amikor ugye tiltott helyen építkezel, hát most megbüntetnek, aztán a ház meg sok esetben ott marad. Na, úgyhogy ezzel foglalkoztunk pénteken, ezt most megmutatjuk, és már most mondom, hogy közben lehet jelentkezni játékra. Hogy zártuk végül a hetet? Nyertünk? Nyertünk. 3-2. Igen, szűkende hoztuk. Szűkende behoztuk. Úgyhogy aki játszana velünk, az jelentkezzen játékra. Jó, 2 perc van pontosan 6:30, jövünk az ismétlés és a hírek után. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 10 perc múlva pontosan 7 óra. Hello mindenkinek. Jó reggelt kívánunk. Azt mondja, hogy baleset a 6-os úton Szentlőrinc után Pécs felé félpályás út zár van. SMS-ben kaptuk. Köszönjük. Hősök terén nem működnek a lámpák, alakul a káosz. Valamint ki jelölget most hasonló színnel, mint a kék? Nem voltunk. Nem mi voltunk. Nálam annyi rossz a monitorom, és a kék szín ugyanaz, mint a játékos bejelölés. Teljesen szint. Tehát a két szín között alig van különbség, és igen, azokat is közlekedésnek világos akarom beolvasni. Világos kék türkéz, most ezekben a színekben nyomolunk. Ezek igen, az idei ősz divat színek. Ez nem annyira szerencsés, bárki is tette ezt velem, ez nem túl jó. Azt nézem, hogy mi van a törölközős fogyókuráddal, Ildi kérdezi. Hát most nem tudod csinálni a pupod miatt. Igen, ugye, Feri? Igen, a sajnos hiába tesszük alá, a pup fönn tartja a hátam, így nem stimulálja azokat a pontokat, amelyeket kell. Így most sajnos a pup közbeszólt, úgyhogy nem tudjuk csinálni most a teszt jellegi fogyókurát. Igen, ha valaki csinálja, akkor számoljon be róla, nem tudjuk most ezt elmondani, hogy mit tud a türcsi. A soroksári Haller kereszteződésében meghaltak a jelzőlámpák, úgyhogy ott is alakul a dugó, mindenki vigyázzon. Na, mi pedig játszunk, már is itt van a hét első játékosa. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt! Halló, jó reggelt, sziasztok! Hello! Ciao! Attila, hello Attila! Igen, Attila vagyok. Attila, honnan hívtál minket?
Hát igazából tiszakécskei vagyok, csak most ugye szállítom a savanyúságokat, és úgy útközben vagyok, és úgy félreálltam. Mm, jóféle kis savanyúság, mit szállítasz? Igen, mindenféle savanyúságot és káposztát. Az jó. Savanyú kápi. Töltött paprika. Oh, töltött paprika, így van. Töltött uborka. Fú, de jó. Mivel van töltve? Uborka mivel van töltve? Vegyes vágotta. Az ritkában. Ritkában eszem olyat. Na jól van, figyelj ide. Hát akkor ilyen, nevezd meg az ellenfeledet, és aztán csapjatok össze. Kivel? Kivel gondoltad elindítani a hétfőt, Attila? Én Balázsval szeretnék játszani. Van ennek különösebb oka, vagy csak úgy? Csak úgy, igen. Csak úgy, jó. Azt mondja, igen, gyűlöllek. De nem, de beszélgettünk már régen, be akarsz fejezni valamit, vagy megkérdezni. Mi még nem, mindig benneteket hallgatlak, aztán általában úgy veszem észre, hogy kevesebbet játszol te. Hát félnek tőlem. Legalábbis mikor én hallgatom a rádiót így menet közben. Félnek tőlem, az a baj. Félnek tőlem, harapok, és ezért nem mernek kihívni. Mehetünk? Mehetünk. Na nézzük, mire megyünk egymással, Jani. 3, 2, 1, fire. Attila, itt vagyok. Hogy telt a hétvégéd? Hát munkával. Gyerek van már a családban? Hát akad igen. Na, van. Mesélj. Akad igen. Ennyi? Akad igen? Hát ezért mondom, hogy a nevem félelmetes. Könyörtelen. Ez így jó, hogy sorokba szorítottad. A nevem iszonyatos. Igen. Ez gyorsan kivégettük. Nem csodálom, hogy kevesebbet játszom. Mindenki fél tőle. Attila szúrta cuccom magát most. Úgy érzem, igen. 10 másodpercben. Bekérdeztem azonnal, gondoltam, igen. Családi igen. Vonalra terelem a dolgot, és azonnal vége is lett. Igen, hát. Az ember egy kicsit zavarban van, mikor így élő adásban van, aztán úgy nehéz összeszedni a gondolatokat, hogy az igent meg a nemet nem mondjuk ki. Bizony, főleg ha az ember rástresszel, hogy nem mondhatja, akkor meg aztán pláne kimondja. Hát, elbúcsúzunk egymástól, most nem lesz ajándékcsomag. Sajnálom, majd legközelebb. Legközelebb, jó? Jó, rendben. Köszi a rendben. Játékot. Köszönöm. Sziasztok. Ciao, hello. Sziasz az Ubikra. Igen, Steel már a mit mondóra játékra jelentkezik egy órával később. Fú, gyerek, itt komoly harc megy azért, hogy kikerüljön adásba. Hát egymásra licitáltok, hogy kikerülhessen adásba. Népszerűek a játékok. Igen. Örülünk. Ez azt jelenti. Na jól van. Szóba jöttek ezek a savanyú segélyek. Azért van, hogy megszakadok, hogy megnézzük ki. Ettől. Vagy a gyomra korgozatják, vagy valaki vagyok. Csámcsok. Hát ezt akartam kérdezni. Egymás után jutnak az eszembe, ó, kis dinnye, ó. Fokhagymával töltött a kis paprika. Zöld paradicsom, jaj. Jó, jól hangzott, igen, amit mondott. Na, jó, most én megfulladok. Zaher Gáborral folytatjuk a hírek után, hívjuk toxikológusunkat, mert ugye hát hétvégén mindenki hallott azon eseményekről, ami történt, egészen elképesztő, nem érti az ember, hogy lehet, hogy valaki ezt teljesen kipróbálja, hogy nem volt ott valaki, aki megállítsa őket, és hát egy új designer drog bukkant fel, úgyhogy erről faggatjuk egy kicsit Zaher Gábort, mit lehet erről tudni, állítólag gyilkos a szer, 6 ember súlyos állapotban vittek kórházba, és ez mind az új pszichoaktív anyag fogyasztása miatt. Úgyhogy hát nem túl vinám, de ezzel indítjuk a hétfőt, mert hogy szerintem mindenki olvasta a híreket, mindenkit megérintett a dolog. Felfoghatatlan egyébként tényleg, hogy terhes nők hogy kerülnek ilyen dolgok közelébe, és hogy nem gondolják át ezt, úgyhogy hívjuk. Hívjuk Zaher Gábort, és vele folytatjuk. Ákos, hírei után. Morning Show. És most folytatódik Magyarország első és egyetlen Morning Show-ja. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Baton Jani. Akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Ez itt a Morning Show. 7 óra után, 9 perccel itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hát ami az időjárás illeti, nem tudunk túl biztató dolgokat mondani. Egész nap marad. Ne. Hát... Azt mondták, hogy délután nem. Ne vedd el a reményt. Neked mondták. Ákos mondta. Nem tudom, Ákos mit mondott. Akkor be volt kapcsolva a mikrofonja. Én több mindent olvastam, és azt látom, hogy 3-kor, 4-kor, 7-kor, 8-kor is még elég komoly esőt mondanak. Úgyhogy legalábbis itt Budapesten nyilván, de ország szinten egyelőre ma még eléggé esős idő lesz, és aztán holnaptól már valóban van remény egy kis javulásra. Holnap már 12 fokot mondanak, de szerdán újra eső, és felhős. De a hétvége már jó. Igen, most a hétvége jó, de ugye hát ha aktuális akarunk lenni, akkor igen, a mai a szempont, csak meg a holnap, csak meg a holnap csak az utáni. Csak végén a fényt is villancsuk fel. Tehát igen, 3 hét múlva meg hétvégén persze jó lesz. Igen, de most ugye pedig kifejezetten jó idő. Így van, és október olyan napos indián nyarat mondanak, ami még soha nem volt. De aki most indul, na mond, mi ez? Mondd már el, hogy hol tudsz olyat olvasni, hogy 9 órakor mi jön.
Ezt azonnal küld át ezt a... Itt a mobiltelefonunkon, ja, mobil tudod? Ja, a felhőcske meg a napot. Nézd csak, ez itt digitális világ, ez már nem úgy működik, hogy megnyitjuk az OMS oldalát. Érted? Érted? Hát ez... Nézd, milyen érdekes? 8, 9, 10, 11. A fővárost is visszavezették 1975-ben, mondta Vitéz. Az időjárást is vissza akarod vezetni 1975-ben? Van a hivatalos, és délutánra, csak ezt nem akarom így bemondani, mert kinyírom saját magam, hogy csökken a csapadékhajlam. Na! Ez tőlem soha nem fogjátok hallani. Csöppen a csapadék, csökken a csapadék hajlam, ami azt jelenti, hogy mondok is valamit, de igazából nem is mondok semmit, ugye? Pontosan jól látod, ezért kérdeztem, hogy az este 9-kor háromszemeső eset, azt hol olvasod? Ezt kérlek szépen az okostelefonom jelzi, és jobban megbízok benne, mint bármilyen emberbe az OMS-nél, mert a csökken a csapadék hajlammal, pont kitörölhetjük a segünket. Komolyan mondom. Hát igen. Igen. Tehát ez az Ákos azt mondta, csökken a csapadék hajlam. Mondom, nem azt mondtam, hogy nem fog esni, csak azt mondtam, hogy csökken, jó, a hajlam. Ákos információ, hát sokan megbízható forrásból, a Láncidból származik. A csökkenő csapadék hajlam effektíven nem jelent a nagy büdös íg egyadt a világon kívül semmit. Gyerekek, tél van. Ki süthet a nap, meg nem is süthet ki a nap. Ez aha, történt. Na, mint a kislány. Ne mondjuk azt, hogy este 9-kor esik X szemeső, meg 6-kor meg süt. De miért nem mondhatnánk? Jó. Hát, mert országosan ezt nem tudod előre jelezni. Uh-huh. 3-4-5-kor sportolni viszem a gyereket. Ha esik az eső, igen, eszembe fogsz jutni, és nagyon-nagyon-nagyon foglak hívni, hogy a csökkenő csapadék hajlamoddal miért nem mész oda, ahol vagy, mikor itt állok a szakadó esőben a gyerekkel, érted, és nincsenek itt az edzéstársaim. Igen, én most szoktak jönni, hogy Nyíregyházán most is esik, és a francba. Hát nehéz megmondani. Szóval csak azt akartam mondani, hogy nem lesz jó idő. Csöppet a csokadé. Hajlom, ernyő nélkül boltba. Vigyetek magatokkal ernyőt. Ez a legfontosabb, jó? Mert hogy nem lesz túlságosan jó idő. Viszont tegnap megnéztem. Viszont mindig tegnapról jelentek. Tudsz mondani egy jó hírt te tegnapról. Tudok mondani, ami vonatkozik a mai napra, igen, is. 4:30. Mi negyed van? Hat mi? Negyed hat? Reggel vagy este? Nem, este. Este negyed hat. Mi volt tegnap este negyed hatkor? Vasárnap híradó. Nem nézünk, nem? Híradót. Nem, negyed hatig van világos már. Ja! Minden nap nézem. Ez olyan, mint nekem a Mátra. Mint neked a Tátra, a Mátra, a Kékestető, és minden, amit minden nap, vagy valamelyik hegycsúcs, amelyiket nézed. Szóval negyed hat. Az jó. De mindez bentről nézted, ugye? Tehát, hogy kimenni nem tudtatok. Biztos, sehova, semmi. Nem, az applikációt néztem. Engedd el ezt a hétvégét, nálunk ez ilyen volt. Engedd el a hétvégét. Legyünk rajta túl, nagyjából így telt a hétvége. De mindenkinek van elrontott hétvégéje, szóval, hogy ez nem lehet mindig az élet napos oldalán lenni. Tehát nincs olyan, hogy mindig minden sikerül. Annak dolgok, amik nem sikerülnek. De nekünk ez most ilyen volt. De legyen hat. De biztos van. Álltam bent a házon, és néztem, hogy de jó azoknak, akik kint vannak a világosban, és még sétálnak. De jó lehet most neki kint. És arra gondoltam, hogy veletek vagyok, már 4:30-ig van világos. Úgyhogy gyerekek, jön a tavasz, jó lesz ez. Tényleg jó lesz. Nem kell félni. Hát figyelj, 10 fokok vannak, vagy lesznek, ugye napközben délután. Esős 10 fok, az tavasz, nem? Aztán majd márciusban mész át egy másik autóba. Az igaz. Akkor megkapod a felhívást, hogy üljél másik autóba, olyan március lesz, hogy minden elfagy. Hát csak nem. Most mondta, hogy igen. Mondta már közlekedés ír? Nem. Ákosnak nagyon szexi hangja van, imádom. Ez nem közlekedés, igen, csak megírt egy hallgató. Hát még a testét látnád. Az a kidolgozott felső testet. Kékcsén cigán felül trafipax. Sasa, köszi szépen, hogy elküldted nekünk. Aztán azt nézem, szép jó reggelt kívánok nektek, az éregelem nem valami jó, kezdtem egy iszonyú tojás diétával, és még az eső is esik. Tojás diéta. 2 hétig tart, ha bírom, ezt Ildi küldte nekünk. Csak tojást teszel, vagy mi a tojás? Nem hangzik túl jól. Vagy fehérjét, vagy héját. Hát ilyen sas, igen, őjjön, igen, bagolyot. Attól függ, hogy mit tudsz elkapni a szákodba. És a tojásaikat. Nem, csak helyet ne egyetek még tényleg őjjön, meg minden bagolyot, minden, igen, amit elkaptok, verebe, gólyát. Csak helyen nem egészség. Különös tekintettel az eszmei értékre. Hungár és Tököli kereszteződésben a Rákóczi híd felé koccanásos baleset, a sor vége már a Lehel útnál van, kaptuk SMS-ben, köszi. Valamint baleset a 6-os úton, Szentlőrinc után Pécs felé, ott félpályás útzár van, úgyhogy vigyázzatok. Vigyázzon mindenki. Jaj, képzeljétek el, hol voltam pénteken, csak gyorsan, mielőtt még komolyabbra terelnénk a dolgot. Iskolába látogattunk. Kezdődik? Elkezdődött az őrület. Hova irassuk a gyereket című őrületben vagyunk mi is, ugye? Ami, hát ha hagyod, hogy átragadjon, ha nem hagyod, hogy átragadjon, a szelem egéri mindenféleképpen. Szállj neki.
közel legyen és jó legyen, kicsit távolabb legyen, még jobb legyen, ne legyen olyan jó, de jó közel legyen, sokat kelljen utazni reggel, hiszen jó az iskola, ezért bevállaljuk a hatos kelést, ugye, hát mennyi kompromisszum, vagy ne nézelődjünk semmit, adjuk be oda, ahol van, és aztán körzetesnek. A körzetibb, és aztán lesz, ami lesz. Hát pénteken megtörtént az első iskola választás, és ellátogattunk az iskolába. És ki is fordultatok, hogy nem ez az. Nagyon szerettük, nagyon szerettük, nagyon jó volt, direkt nem mondom, hogy miről van szó. 10 perccel a megérkezésem után babzsákkal a fejemen álltak. Na. A bepalizott kapuka. Másik 30 szülővel. Úr, ezt ki kell próbálni. Ugyanis mi történik? Először is elmondják a tisztelt szülőknek, hogy te hol vagy. Ez egy nagyon izgalmas előadás. Majd felmészte a tantermekbe, ahol a tanárnénik, akik drágák voltak, cukik voltak, és egyébként tényleg nagyon aranyosak, kipróbálhatod, hogy mivel tanítják ott a drága kis elsősöket, benézel egy osztályterembe, megnézed a munkákat a falon, megnézed a termeket. Szóval megnézed, hogy milyen az élet az iskolában. És mindenféle feladatokat ki tudsz próbálni. És az egyik feladat az volt, hogy megmutatták, hogy hogyan fejlesztik a gyerekeknek a mozgás koordinációját, ami egy baromi jó dolog, ugye a jobb agyféltekét hogy harmonizálják bal agyféltekével, babzsákot teszel a fejedre. Mindenki kapott egy 30 kilós babzsákot. Babzsákot teszel a fejedre, és ezt a babzsákot be kell menned, és a terem közepén lévő kis zsákba bebólintani, úgy, hogy beessen a babzsák. De nagy. Meg tudtad csinálni? Nyugtass ezzel meg. A négyzetméternyi repetáztam. Vittem a Wikiet is, illetve mellettem álló. Itt még fér vagy 3-4? Mondjuk nagy a felület, ebben igazad van. És a mellettem álló szülők babzsákját is bevittem, úgyhogy nagyon-nagyon jól teljesítettem a feladatot. 30 másik szülővel babzsákkal a fejemen. 4-7-kor egyensúlyoztam pénteken este. Úgyhogy jó lesz. Még nem döntöttük el, meg nyilván felvételi van, de megvan, hogy babzsákkal a fejemen? Nagyon meg. Mondjuk nekem nem esik le. Figyelj, oda hallod. Egy barkaszt is fölrakadsz a fejemre. Nem fog leesni. Úgyhogy ezt csináltam. Jó. Ígéretes anyukák voltak? Márhogy abból a szempontból, hogy akikkel... A Vikivel volt, ne kérdezz már ilyet. Mit számít? Az egyetlen anyuka ő volt. Csak férfi apukák voltak. Igen. És jó, voltak ígéretes anyukák, nem voltak. És voltak ígéretes apukák. Maga az iskola egyébként nagyon szimpatikus, nagyon jó. Tök jó, én nem tudtam, hogy ezt ki lehet próbálni. Már micsodát? Hát, hogy az órád, hogy megnézheted. Hát persze, van bemutató óra mindenkinél, minden egyes iskola tart, úgyhogy hát mész a többihez, ott nem biztos, hogy lesz babzsák, ott lehet, hogy tanítanak, de azt is meg tudod nézni, és ki tudod próbálni. Igen, de nem voltak gyerekek. Tehát ez csak és kizárólag felnőtteknek, szóval ez este volt. Ja, este. Na igen, ez nem arról szólt, hogy te beülsz egy órára, hanem a gyerekek helyet nézed meg, hogy milyen az óra. És akkor és be a menzába belekóstolhattál, igen. Egy kis maradékot, viszonylag kevesebben van. Volt. Negyed hatkor már nagyon kevesen voltak. Tartsátok itt a maradékot, jönnek a szülők. Kérek egy borsófőzeléket, meg egy pár debrecenit, de mondták, hogy uram, de arra ugyan este 4:60, tehát ezt már nem tudjuk. Na, amióta beindult a reform mindig, mert megmarad a 80%-a, úgyhogy egyenleg nyugodtak. Leültünk a szülőkkel, közösen megettünk egy jó borsófőzeléket. Hát de pont azért kéne megnézni azt, mert hogy tanítanak, ezt most tudod, de milyen az ellátás. Mindenki panaszkodik most, egy pár iskolában van csak jó kaja. Hát legalább te is megnézted volna. Hát, igen. De ugyanakkor meg mit tudsz csinálni, mert csomagolsz neki? És tikába. Jó, ezt senkinek nem utasd meg ezt a sószórót, jó? Kicsit nyomjál. Bevarrom a kabátod ujjába. Hát egyébként tényleg, amilyen most a menzakaja. Ilyen szögbe tartod a kezed, akkor pont senki ilyen. Nem veszi észre, jó? De komolyan nagy dilemma ez az iskolaválasztás tényleg, hogy milyen legyen. Az, a mi időnkben nem tököltek ezen egy. Nem volt. Tényleg, most ott laktál, beadtak. Ja. Csöndbe voltál, mentél. Nem? Igen. Ennyi. Most meg átragad rád ez a hova írjuk a gyereket című pánik helyzet. Semmi, a legközelebb bibe. Szerintem. De mondjuk mi se oda járunk. Jó, na azt akarom, hogy te ne dumáljál. De nyomás volt. Nekem ne dumáljál. Ez jössz nyomás volt. Másnak hogy osztak tanácsot, ahogy én nem elhiszem el. Annyira szeretem, Balázs, a legközelebbi. Ti hol jártok felé? 32 kilométerre a lakásunktól, egy nagyon jó ma egyébként a város közepén. Ez az érve, ez volt az, ami felébresztett a Feri részéről. Igen, a legközelebbibe. Én magam azt javasoltak. Mi nem? Nem én döntöttem. Nálunk ott vezérlés volt ebben az esetben. Én mondtam, én csak vittem, egyébként ez sincs messze, mert 5 perc, de közvetlen, én a közvetlen közelünket javasoltam volna, mert én is gyalog jártam már elsőben általános iskolába, nyilván úgy kígyósan nem is volt másik iskola. Nem volt másik, meg ahol laktam, mi a harmadik körületben laktunk, elindultam a Fényes Adolf utcai általános iskola felé, nem volt kérdés igazából. Aztán félután anyadék utolérdek is szóltak, hogy nem oda jársz. Nem oda jársz, forduljál vissza, hülye gyerek, arra menjél, arra van az iskola. De akkor áttettek abba, arra az utcára betettek, és én besétáltam.
De most van a szülőkben egy ilyen pánik, nem? Hogy a legjobbat, mert ha már 7 évesen nem a legjobb, és hova vidd, és mit csinálj, és 6 nyelv, 4 zongora óra, amit egyébként nyilván nem akarunk, de hogy azért ezen az ember tényleg gondolkozik, hogy mi lesz neki a jó. Most hova menjen a gyerek? És mi, de mire jutsz? Mert még semmire, hát mi megnézünk, hát megnézünk néhányat, nem pici, tudom. Picit azért szerintem ez így túl van misztifikálva. Ugye, hogy túl van azért ez az egész terület? Hú, hogyha nem abból az iskolába iratom be, akkor a gyerek nem fog majd 20 éves korában már a szilíciumvölgyben munkaidőbe kosarazni. Meg tudod, nem a Google-nál fog dolgozni, meg ahogy hívják nála, a Microsoftnál, hanem majd egy gyárba. És akkor majd ott kétkezi munkádba, és akkor alszol, mert dolgozik napi 10 órába, 3 műszakban. És legyen 6 nyelv, és legyen X foglalkozás, és legyen zene. Nem az általános iskolánál fog eldőlni. Hát az alapok azért nem mindegy, hogy milyenek, de szerintem is meg tudja tanulni máshol is azt, ami ahhoz kell. A legközelebb mi? Én oda iratnám, fia. Magatok, neked akarok jót, hogy ne kelljen. Vigyétek a legközelebbibe. Neked akarok jót, mert ez fog történni, hogy állsz órákat a dugóban. Uh-huh. Érted? Hát? Ma meglátod. Az nézd. Fél hétkor elindultok. Egyben felé nekem már az is, hogy a dugóban állok. Nekem kevés is elég. Nekem már nagyon kevés is. Na mindegy, szóval elindult a dolog, és annyira hihetetlen, hogy most született, és érted, iskolát választasz. És iskolába megy, elballag az óviból, és megy iskolába. De várjál, most a Benny-ről vagy Noel-ről beszélünk. Mert anya Noel, akkor tényleg picit talán vagyok, érzem, hogy korai. Híve vagyok a korai nevelésnek. Fontosak az alapok, tehát valamilyen szempontból igazán Ferinek, de ennyire azért nem. Most született, döbbenet, hihetetlen. Tavaly született, és nézd, hogy szeri az iskolatáskáját, hogy viszi a füzeteit, hogy megy iskolába. Mint amit mondani akarna valami. Azt hiszem, hogy még a kicsit talál egy picit, hogy is mondjam, csak szól, hogy korához képest nyilván nagyon fejlett, nyilván nagyon intelligens, nagyon értelmes gyerek, ráálltam a szemébe, de... iskolaére. Nézd, mintha még mondani akarna valamit. Anya! Voltak ott olyan szülők például, akiknek még 3 éves a gyerekük, de már most eljöttek felmérni az iskolát. Ne mondjad már! De, hát nagyon szórakoztatóak, nagyon helyesek voltak, ők arra készültek, hogy majd 3 év múlva hova vigyék, együtt a fejünkkel, a babzsákkal egyensúlyoztunk. Aha. Bedobták és innen megmentek megnézni azt az éttermet, ahol az érettségi bankett jelent. Illetve kiválasztani neki a csokot, a lakást, és, igen. És minden mást, igen. Ajajajajaj. Ti a tanítónénit is megnéztétek? Igen. Uh-huh. Igen? Mind a hármat. Alaposan. Aha. Mind a hármat? Igen, mert ugye három fáról tápcsol a zuhanyzás közben. Az most mindegy, azért mondtam, hogy alaposan. Ott testél a diófáról, ott húztad magát. Ott az a nagy csúnya fájdalom. Ki az a leselkedő csávót egy kukkerral a kezébe? Mit akar? Azt mondják, itt írja is a hallgató, hogy ne iskolát, hanem tanítónénit választ. Ez az első 2 évre igaz is. Mert hogy ugye a tanítónéni lesz a legfontosabb, ugye általában egy van, vagy mondjuk maximum 2. Aztán a tanítónéni elbalakítják. Aztán ő elhussan, és hogyha az iskolában maradsz, és az iskola meg nem olyan, amit te szeretnél, vagy amit a gyerek szeretne, az egy nagy kérdés, de elsőben, másodikban az a legfontosabb, mert akkor rendes a tanítónéni, az megtanítja arra is, hogy szeretni kell magát a tanulást. Igen. Szerintem legyen magántanár otthon. Na, jó, de tök jó. Én. Szia, Benny. Igen. Füzeteket előkészíteni. Igen. Apa, nem apa, tanítóbácsi. Nem, tanítóbácsi vagyok, igen, egy fehér köpenyben. Na jó, ennyi bemelegítésképpen. Egy kicsit komolyabbra váltunk. Talán sokan hallottátok azt a hírt, hogy 6 embert súlyos állapotban vitte kórházba mentők Török Szent Miklósról. Egy veszélyes új pszichoaktív anyag fogyasztása miatt. És hát ami döbbenetes egyébként, hogy várandós anyukák is voltak közöttük, akiken császármetszést kellett végrehajtani. És hát felfoghatatlan egyébként, ugye azt tudjuk, hogy naponta jelennek meg új dizájnnel drogok, számomra teljesen érthetetlen, hogy kerülnek ezen designer drogok közelébe terhes anyukák. Tehát nem gondol saját magára, nem gondol a gyerekre. Ha itt nem arról van szó, hogy belekeverték az italába, akkor tényleg hogy a fenébe kerül egyáltalán a közelébe? Úgy, hogy közben gyermeket horda a szíve alatt, nem? Kipróbálja? Poém? Megitatják vele? Ha megitatták, ha beledobták, arra nincs mentség. Tehát abba bárki, igen, beleesett. Ma erről nagyon sokat beszéltünk, mert hogy elmész valahova. Az a legaljasabb, szórakozó, igen, helyre, és bedobják, akkor azon nincs mit csinálni. De itt a hír, ez, én egy picit úgy érzem, hogy ez nem erről szól, hanem egy tudatos droghasználatról szól. Nem is valljuk be őszintén, igen, azzal az értékrendszerrel, amivel mi rendelkezünk, és szerintem nagyon sokan az országban, hála jó Istennek, nem tudjuk megmagyarázni. Nem tudsz rá egy észértelmes magyarázatot adni, hogy ők miért drogoztak terhesen. Igen. Na, mindjárt megkérdezünk mindent Zaher Gábortól. Gábor, hello, jó reggelt kívánunk neked. Ciao. Jó reggelt. Hello. Kristály a neve? Jól olvastam ennek az új pszichoaktív anyagnak? Kristály neve nem újabb pszichoaktív, a Kristály név az már elég régóta
köztudatban van gyakorlatilag, és ebben az egészben még a gáz, hogy ez a kristály ez gyakorlatilag nem azt jelenti, hogy ez egyféle szert jelent fel. Amikor itt tudom, hogy 95-ben valaki azt mondta, hogy zöld, akkor fű. Amikor valaki azt mondta, hogy bélyeg, akkor az LSD. Ez mára már tökéletesen megváltozott, mára már egy fantázia név mögött 5-10-15 vagy akár 20 féle hatóanyag is lehet, és hát ez az egészben a legcikibb, hogy sem az eladó, sem pedig a vevőnek hallás se ízlő a gőzön is arról, hogy valójában mit használ. Arról... persze nem mentesít, én azt gondolom. Hát hogyne, persze. Arról kiderült már, hogy tudatos, arról tudunk valamit, hogy tudatosan fogyasztották, belekeverték az italukba. Alapvetően azért ez a három szer, amit szeretet játszik ebbe a buliba, az egyik se az a fajta szer, amit úgy beleraknának. Szóval ez nem a Gina nevű cucc, amit érted, akkor ott elkábítják, kirabolják, megerőszakolják című történet. Ez egész egyszerűen, ugye ezek közül egy szintetikus marihuána származik, és kettő pedig stimulánszer. Ezek nem a belerakom című kategóriába tartoznak, ezeket az esetek nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagy százalékába, hát előre megfoltott szándékkal használják. Tehát tudatos droghasználat volt. Ez annál is szörnyűbb, ugye, mert tudjuk, hogy két hát most már anyukának nem tudjuk őket nevezni. Igen. Hát úgy hallottuk, hogy ez az eset még téged is megdöbbentett, meg a praxisod, amíg nem találkoztál. Én nem nagyon szoktam kiakadni, megmondom őszintén, de ezen kiakadtam, szóval 30 éve csinálom már ezt a szakmát, és igazán az ember mindig azt hisz, hogy új most már nincsen, de van mindig új. Az emberek azok mindig képesek arra, hogy valami új dolgot produkálnak, hihetetlen. Nagyon ciki. Olyan már találkoztunk, hogy egy anyuka, és akkor a terhessége alatt ugye anyagozott, és akkor a gyerek is függő volt. De olyan, hogy egyszerre kettő, és mind a kettőnél gyakorlatilag ilyen életveszélyes szövődmények jelentkeztek. Ez hihetetlen. De hát azt gondolom, hogy az ember tudja a legfantasztikusabb dolgot produkálni. Ezt így az ember leül, és megpróbálja elképzelni, nem biztos, hogy az épeszű embernek ez eszébe jutna. Segíts egy kicsit nekem, Gábor, mert nem teljesen értem, hogy ez hogy készül. Ugye tudom, hogy designer drogról van szó, nem tudják betiltani, mindig változtatnak egy kicsit az összetevőn, ezért naponta több száz kis túlzással új szer születik. De otthon a laboratóriumban, aki ezt csinálja, az amikor kiadja a kezéből, az tudja, hogy egy olyat változtatott meg rajta, ami megölheti, vagy nem, ő nem ezt kisebb próbálja, valamit változtatott rajta, és utána az első vevő, az első tesztalany tulajdonképpen. Alapvetően ez nem otthon készül, szóval nincs arról, hogy ez ilyen Breaking Bad stílusú történet lenne. Ezt mondjuk Kínában, mondjuk leginkább Shanghai-ban egy vegyüzemben, néhány laborban abszolút magasan kvalifikált emberek, mármint úgy értem, hogy felsőfokú végzettségű okos értelmes emberek csinálják, miért is? Pénzért. Azt mondják neki, hogy figyelj, öreged, itt te dolgoztál a szappangyárban, és kaptál 100 000, most gyere el hozzám 3 laborral odébb, és akkor kapsz érte 1 000 000. Na most az 1-0 ott a fizetés végén, az azt gondolom, nagyon sok ember számára jelent olyan fajta csáberőt, ami alapján valaki azt mondja, hogy oké, belemegyek a dologba, és persze pontosan tudja, hogy mit állít elő, de a pénz az egy hihetetlen nagy úr, és az egész kábítószer biznisz ez a pénzről szól. Szóval itt nem irgalmas szamaritánusok dolgoznak, akik, mit tudom én, itt jó kezükben csinálják ezt, hanem itt iszonyú haszonkulcsok vannak, ami alapvetően mind a fekete gazdaságot fogja erősíteni, és ugye ma már ezek a szerek úgy készülnek, hogy ismerjük ugye a fogatóhelynek, a receptornak ugye a sztereo konfigurációját, hogy hova fog behatni, és akkor csak ezen egy idézőben egy picit kell kémiai szempontból módosítani, hogy akár a hatáserősség akár jelentősen megemelkedjen, és például ez az egyik szer, ez a szintetikus marihuána származik, az ABB Fubinak a nevű szer, ez például a marihuána hatásának a sokszorosát éri el, és aki netán ugye itt akár a hallgatók közül már életében látott olyat, aki hallott olyanról, aki szívott mondjuk egy spanglit, akkor ezt a hatást ezt szorozzuk be mondjuk 20-25-tel. Atyisten. Szóval ez nagyon-nagyon-nagyon cikk. Nem véletlen, hogy a honlapokon, ugye, ahol a Blue Light-on, a Drog Fórumon, itt ott, ahol a használók kommunikálnak, olyan mondatokat írnak erről a szerről, hogy like a hammer fall on your face, ugye, mint hogy a kalapáccsal pofán vágnának a történet. Erről szól a dolog, és hát igazából ezekből nagyon-nagyon kis mennyiségű, ilyen fél milligramnyi hatóanyagat, aminek már van élettani hatása, és hát ugye ott van egy por, gőzöd nincs róla, mi van benne, milyen mennyiségben van benne, hát akkor tessék fogyasztani. Nosza, hölgyek, urak, itt a buli, mi nyitva vagyunk heti 168 órában. Komoly. Azért ez nagyon komoly hangzik, igen, de a kérdésem ugye az egészen pontosan az volt, hogy amikor előállítják és megváltoztatják azt az egy komponens, nem tudják, hogy ez ebben a formában, ahogy létrehozták, és ahogy elkezdik árulni, az azonnali halált is okoz? Én azt gondolom, hogy nem.
Nem, hiszen ugye itt nincsenek kipróbálások, és ha belegondolsz abba, hogy amíg egy gyógyszerből, egy molekulából, egy kutató laboratóriumban mondjuk olyan gyógyszer lesz, ami akár a patikába, akár pedig mondjuk a kórházi forgalomban elérhető, odaig eltelik 5 év. És az 5 év alatt különböző nagyon szigorúan szabályozott fázisvizsgálatokon kell végigmenniük, és hát azért ott is történtek tragédiák, néhány héttel ezelőtt ugye volt ez a francia történet, ahol ugye meghalt ember, meg károsodott lett ember egy fázis 1-es vizsgálat során, ami a legelső vizsgálat, és hát világos, hogy innentől kezdve maga a szer az nem fog tovább lépni, már mint abból a szempontból, hogy ebből gyógyszer legyen, és sok-sok olyan molekula van, ami elindult ezen az úton, és aztán gyakorlatilag a különböző vizsgálatok során jöttek arra rá, hogy olyan mellékhatásokkal rendelkezik maga a szer, ami alkalmatlanná teszi arra, hogy gyógyszer legyen. Úgyhogy itt egy illegális emberkísérlet folyik gyakorlatilag, és hát ugye a hetek, hónapok használóinak akár tragédiái is adják meg ugye a választ arra, hogy ezek a szerek valójában milyenek. Mert amikor az új szer előállítódik, akkor van egy kémiai anyag, de az ugye most pontosan milyen hatása lesz. Milyen hatása lesz mondjuk egy áldott állapotban lévő anyukára, akár magára, az anyára, akár a magzatra, hogyan megy át a méhlepénye, mennyibe kerül, vagy hogyan kerül bele a magzat keringésébe, ott mit okoz, és így tovább. Erről halványsegédül a gőzük nincsen, és még nekünk sincsen, hála az égnek, ugye, mert hát eddig nem sok ilyen lehetőség volt, hogy idézőjelben ilyenbe belefussunk, hát ez most két esettel gyarapodott ez a tudásbázis, sajnálatos. Ennek a konkrét szernek milyen hatásai vannak? Maga az alfa PVP meg a pentedronos stimuláns hatáshoz, az amfetamin családba tartozó vegyület. A harmadik szer az pedig egy, mondom, ez egy szintetikus marihuána származék, és ezek a részben a stimuláns hatása, ugye görcskészségfokozó hatás, mindegyiknél produkálta, még az újszülötteknél is voltak, ugye ilyen epilepsziás görcsök, ugye teljes dekonnektálás, ugye eszméletlenség, légzési elégtelenség, sok szervelégtelenség alakult ki, úgyhogy nem kifejezetten jó indulatú szerekről van szó. Azt mondtad, hogy általában ezek a távol-keletről indulnak, mire ideér, addigra nincs egy ilyen kortörténete, hogy ez miket okozhat? Tehát van egy ilyen nemzetközi, az egész világot átfogó bázis mondjuk, amiben te ilyenkor bele tudsz nézni, hogy ez mit okoz? Létezik, persze létezik ilyen az európai MCDDA-nak, az Európai Drogmonitorozási Központnak van egy hírlevele, csak úgy gondoljátok meg, hogy a Sánkhájban, amikor előállítják, akkor ez gyakorlatilag 2 hét alatt itt van Európában. Szóval nem arról van szó, hogy akkor most fél évnek ott már kipróbálták 34 000-en, és így tovább, és így tovább. Világos, hogy mondjuk az információk általában utólag, ugye ilyenkor pillanatok alatt körbe szaladnak. Magyarán szóval, hogyha Brüsszelben, Stockholmban jutottam, ott történik egy eset, ami ugye feldolgozódik, vagy lefoglalnak egy szert, amit még egyre sehol nem találtak meg, akkor az pillanatok alatt végigszalad ezen a riadóláncon, és eljut mindenkinek a számítógépére. De hát elméletileg akár fél évet is ugye elbarangolhat egy ilyen szer, anélkül, hogy lebukna, hiszen egy új szernek a lebukása nem arról szól, hogy most a rendőrnek, na akkor keressünk új szert. Nem, hanem megállítanak egy autót, és a csávú zsebébe találnak egy simítózára zacskót, hogy van 10 gramnyi fehér por. És gőzük nincsen arról, hogy ez micsoda, akkor ez elmegy az analitikai laborba, és majd az analitikai labor azt mondja, hogy kérem, ezzel még nem találkoztunk, hogy egy beteg vizelet és vérmintájában találnak valami olyan cuccot, amivel eddig még ugye hát abban a bizonyos könyvtárban, amivel a gép rendelkezik, ugye ezt ismerem, hoppá, ezt nem ismerem, című történet, hol beleakad, és általában így buknak le a szerek, és 2015-ben Magyarország is több ilyen szert tudott gyakorlatilag kimutatni, amit először Magyarországon találtak meg. Az esetek jelentős részben ez a véletlen nem úgy szó, hogy nem tudatos szerkeresésről van szó, már ami a hatóságokat illeti. Mert ez meg mindegyik szer rajta van a kábítószer listán, magyarán szólva a törvényi szigor az gyakorlatilag hát nem egy visszatartó erő a szerhasználat kapcsán. Mennyibe kerül körülbelül? Mert gondolom az is nagyon vonzó, hogy, vagy vonzó lehet sajnos, hogy nagyon olcsó, nem? Hát nem sok pénz. Nem sok. Alapvetően ezek a szintetikus marihuana származékokat 400 forintért meg lehet kapni egy ilyen biofüves cigarettát. Az alfa PVP, a pentolon az kicsit drágább, de messze-messze nem annyira, hogy mit tudom, egy ilyen kokainos szinteken ilyen 10-20 000 forint gramja című történetekbe kell menni. Magyarán szólva a viszonylag rosszabb anyagi körülmények között lévők is ugye idézőben megengedhetik maguknak azt, hogy most már szert használnak, hiszen egy jobb minőségű spangli az 2200 forint, hát ennyiből ezt a 3 mixet ezt vidáman meg lehet vásárolni. De nyugtass meg, hogy azért az nem túl gyakori, hogy terhesek is fogyasztják, ugye? Tehát erre most nyilván mindenki felkapta a fejét, de ilyet hál' Isten azért talán ritkábban hallunk.
Hát igen, igen, ez azért azt gondolom, hogy hála az égnek, ez így van, de hát egy másik nagy probléma mondjuk a terhéseknek az alkoholfogyasztás, és évente Magyarországon 300 gyerek születik magzati alkoholos szindróma miatt. Ez megint egy olyan dolog, hogy az ember ezt nem tudja hova tenni, hogy nézd meg mondjuk egy szülészeti osztály környékén időnként anyukák ott nagy hassal kidöcögnek, és ágyújtanak. Igen, akkor az ember tényleg hát összeszorul a mark, és legszebb oda menne, kirántaná a szájából, összetaposna, és belekiaválna a szájába, hogy hogy gondolják, hogy ennyi felelősségérzés nem szorul bele. Más meg ott van érted, és harctól évekig azért, hogy mondjuk gyereke lehessen, és van, aki meg ezt így elherdálja tulajdonképpen ezt a fantasztikus lehetőséget. Ez felfoghatatlan, tényleg, abszolút. Hát, amikor olvassa az ember szülőként ráadásul, meg. Hát az ember nem szülő akkor is, tehát egész egyszerűen elképesztő. Na jó, hát megtudtuk a fontos dolgokat. Gábor, nagyon szépen köszönjük, jó munkát neked. Köszönjük szépen. Eseménymenteset. Ciao, köszönjük. Zaher Gáborral beszélgettünk. Elképesztő. Nem? Hát ez feldolgozhatatlan. Hogy nem gondol a gyerekére? Nem. Nem. Nem jut eszébe semmi. Nem, ő ki akarja próbálni. Gyerekkel a hasába gondol, de... Igen, valószínűleg a függőségben nincs ilyen. Tehát hogy még azt se állít meg, hogy terhes vagy. Igen. Szörnyű. Igen. Nincs erre épészérvet nem lehet felhozni, hogy bármilyen szinten is mentsed ezeket az embereket. Egyszerűen. Nem tudsz mit mondani, igen. Érdekes dolgokat mondott Gábor. 7:30 múlt pontosan 6 perccel, lehet jelentkezni játékra. Jó, egy kicsit vidámabb dologgal megyünk tovább, úgyhogy írjatok SMS-t, ha játszanátok, mi pedig jövünk Ákos híre után. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! Azt mondja, hogy 3:48, így van, sőt, már el is múlt egy perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hétfő van, és hát nincs sok. Nincs sok okunk arra, hogy vidámak legyünk, rossz idő van, sötét van, esik az eső. Én nem is tudom, komolyan mondom, hogy ezt kitalálta ki, hogy vannak nálunk szerencsésebb országok, ahol egész évben süt a nap, és jó helyen vannak, és pálmafák vannak, és óceán van, bizony. És itt ez nem tudod túlélni. Tehát mit csináljon az ember, hogy ezen túl legyen lelkileg, de tényleg. Hmm. És legyél vidám, és legyél optimista, hát csodálkozik valaki azon, hogy a magyar egy ilyen nép, amikor 4 hónapot van jó idő ebben a rohadt országban, de tényleg. Sajnálom, ez nem ez a legfontosabb szempont. Júniusban megérkezik, de augusztus, szeptember már hűvösödnek az éjszakák, októberben már tud hideg lenni. Ha szerencsétlen vagy, már esik az eső és jön az ősz. Hát 4 otthon minek örüljünk? Na, de pont annak kéne örülni, van hogy van 4 hónap jó, érted? Igen. Legalább az. Meleg napsütő országokból is ide jönnek, sőt, kicsit éjszakabbra. Hát, én nem tudom ezt, hogy lehet kibírni, de tényleg. Reménykedj a jóban. Úgyhogy áthúz a remény. Igen? A persze. Nézegessek olyan országokról, akiket a süt a nap. Igen, de nyári igen, főleg mesztelen nőket. Az mindig. Napfényben. Vagy télen, vagy mindegy, hogy. Ideig segít, egy idő után az se. Rajtunk mindig. Ez a mesztelen nő sztori, ez nekem is mindig bejön, amit a Jani mond. Tényleg jó. Aki ezt kitalálta, hát ez milyen igazságtalan, nem? Komolyan mondom, itt nálunk ilyen rossz idő van. Így van. Az M3-as autópályán Budapest vélek 214-es kilométer szelvénél mérnek Sanya küldte nekünk. Egyes út Győr felé arra szól, hogy mi az oka, nem tudom, ezt Laci küldte. Aztán elhunyt Joe Cocker. Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük az SMS-t, így február 1-én. Hát a hír nem friss, de valakinek lehet, hogy most esett le, vagy most konstatálta, most fogta nagyon fel. Sajnáljuk, vagy most érti az esetben, és nagyon sajnáljuk. Volt ez tény, de hogy az egész múlt évet ennek szenteltük, hiszen 2014 decemberében hunyt el. Tehát, hogy de ennyi. Vált szolgáltatott, ha most jött át. Ha most jött meg az SMS-ed, akkor valami nem stimmel. Közlekedés hírek, M3-as bevezető a Szerencs utca után torlódik, szélvédős Feri küldte nekünk. Köszönjük szépen. Andorút befelé mérnek az Egér út felől érkezőket, ezt Tróger küldte nekünk, úgyhogy ott is vigyázzon mindenki, és igen, a patak feletti felüljáróig áll a sor az M3-ason, lépésbe lehet haladni, aki erre jön be a városba, számítson erre, Csaba küldte nekünk, nem tudjuk az okát. Jó. Nem tudjuk az okát, de ha valaki tudja, akkor írja meg nekünk, jó? Hogy miért áll az M3-as. Ott már szinte minden reggel dugó van egyébként. Lámpa, vagy mi lehet? Nem, mert nem tudja földolgozni a város. Ugye ott 3 sávon jössz be az M3-ason, és akkor egyszer csak ott ugye elmegy a BVSC-nél jobbra-balra előre-hátra, de az már csak 1 sáv, hát nyilván megáll. Szerintem az is. Viszont ami jó hír, hogy ugye panaszkodtam egyik reggel a Nagykörútról, vagy a Hungária körútról, hogy a Kerepesin, ha átjött, piros a lámpa,
Megoldották? Meg lehet csinálni, érted? Ellopták a lámpát? Igen. Ja, igen, azóta nem világít. Kiégett az izzó? Visszaprogramozták, és tök normálisan lehet jönni. Megtalálták a kézikönyvet. Igen, hogy hogyan csináljuk azt, hogy ne álljon meg a forgalom, és nincs. Látod, egy ezért hétig kell erről beszélni. Néhány hallgató azt hiszi, hogy na most megint arról beszéltek, ami benneteket bánt közben, ezt utána megoldják. Egy csomó ember segített. Ezért jó, hogy beszélünk róla, és titeket nem utálnak, csak minket utálnak. Reggel, akkor kávéznak, és benn vannak ott a izével, a kis, hogy hívett, te a konyhájukba, és hallottad, mert megint rólunk vartyogtak a morning show. Nem baj. Csinálj már valamit, mert már annyira unnom. Ha utálnak, de megoldják, akkor mi vállaljuk. Igen. Értetek, mi ezt vállaljuk. Várjuk meg a ház előtt a Rákóczi. Nem, állítsátok át alá. Ennyi nincsen benne. Úgyhogy megcsinálták. Nagyon jó. Tényleg, nagyon örültem neki. Ma viszont azok tartottak föl bennünket, autósokat, akik azt gondolják, hogy ha esik az eső, akkor nem ér 50-nel menni, mert az beveri a szélvédőt. De nagyon veszélyes dolog. Előjöttek az esőmenők ilyenkor. A szenzációs, azt én is imádom. Igen. Soha nem vezet, de ha esik az eső, attól fél, akkor autóba ül. Viszont retteg. Izgul, halálfélelme van, és mikor elindul az autó, már megbánja, de akkor már nem fordul akkor vissza. Már így, akkor már és ott van előtte az egész város. Gyönyörű, igen. Na játszunk, itt van már is a játékosunk. Mit mond óra ez a kérdés? Visszafelé beszélünk. Ülész hevére faszít. És hozzájállat, élelfeszítben nem. Aki kérdez. Sziasztok, Dóra vagyok. Találjátok ki, mint mondok visszafelé. Vácsítjellánk, mime? Aki válaszol. Halló. Sziasztok. Hello. Itak vagyok. Itak. Hello, Ikati. Kati. Hello, szia. Kati. Jó reggelt. Honnan hívtál, Kati, minket? Kopóisról. Még egyszer? Ez most még a játék része? Kopóis. Siófok. Siófokról. Ilyen ezen érthető? Nem csodálom, hogy nem találják ki a játékosok. Azt soha a büdös életben nem voltam volna. Meg teljesen más hallottam. Siófokom? Igen. Ilyenkor nyitva van siófok? Abszolút. Komolyan? Hát számomra mindig többen. Télen nyáron. Igen. Október 30-ában miért nem zárják be Siófokon, tényleg. És mit csinálsz ott Siófokon? Utazási irodámban. Az menő, egy saját utazási iroda. Az jó. Igen. Az jó. És te vagy az ügyvezető? Igen. Wow. Na és most hova megy? Hova megy a magyar leginkább? Ahogy én beutaztatásra foglalkozom, úgyhogy külföldieket hozok Siófokra. Aha. Tehát nem lelej oda-vissza. Így van. Az jó. Külföldiek beutaztatása. Később nem fogják őket kitoloncolni, ugye? Ugye legálisan csinálod mindezt, ugye nem a zöld határon lesz megkerülve a kerítéseket. Így. Na figyelj ide, állat, város, híres ember, szólásmondás, tárgy, így állunk most jelen pillanatban, hiszen hétfő van. Állat. Na figyelj, indítjuk az órát. Jó, fél perced lesz, és mutatom. Nem nehéz. Nagyon könnyű. Figyelj, óra elindult. Urugnek. Így van. Urugnek. Na. Kanguru. De jó, hát a hétfőjátékosok szinte mindig nyernek. Kell majd ezen változtatni, és mi előjük majd ki nekik, hogy mit válasszanak, mert a hétfő mindig elvisz, így van. Urugnek, ez kenguru. Így van. Hát ez nagyon, nagyon könnyű volt. És még nehezítettünk is, mert az első a sas lett volna. Igen. Utána pedig az indul a görög aludni. Na jó, oké, hát gratulálunk, ez egy ajándékcsomagot ért neked. Nagyon szépen köszönöm. Na tényleg, mesélj, mi a helyzet most Siófokon? Mit csináltok? Milyen az élet? Esik-e az eső? Csak egy kicsit? Hagy pillancsunk bele a Siófok életéből. Most csak csöpörög. Csöpörög? Most csak csöpörög, igen. És holnaptól megszűnni fog a rapítés. Wow. Az jó. Indul a szezon. Az jó. Indul a szezon, így van. Jól van. Na puszilunk, akkor jó munkát neked. Köszönöm. Ciao, szia, hello. Ja. Dübörög a melegfagyi szezon, biztos. Sült fagylalt. Az nem meleg, az téli fagyi volt, nem az volt a neve, hogy téli fagyi? Téli, igen. Téli fagyi. Téli fagyi volt a nagy sláger, a cigirágó volt a nagy sláger, meg a robbanós cukorka. Igen. Ha valamelyiket meg tudtad kóstolni, már jó napot volt. A téli fagyival, szörnyű íze volt a téli fagyi, volt undorító volt, csak E betűből állt, természetes anyag nem volt benne, cigirágó, nagyon menőn tudtál vele cigizni, csak abban túl nyálas lett, akkor egy kicsit elkezdett beleolvadni a szádba. Illetve a robbanós cukor.
Az van még? Ezek van, vannak? Vannak. Nekünk most a Mikulás csomagba tett a Mikulás, és hát a anyával együtt mi nagy élvezettel fogyasztottuk, a gyerekek nem értették, hogy mi sikítva röhögünk rajta, hogy úgy érzed, robban kiveri a fogad. De mennyire örülsz neki? Nagyon jó. 5 perc nap pontosan, 8 óra várunk friss közlekedés híreket, mi pedig jövünk a hírek után. Rádiózás legnagyobb sztárjai Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Morning Show. Az első és egyetlen Morning Show. Garantáltan a legklasszabb dolog az éterben. 8 óra után, pontosan 8 perccel vagyunk. Hello mindenkinek, jó reggelt. Egy világsláger után. Egy óriási sláger után. Világsláger? Már szinte világsláger lett, így van. Na, ez a dal hiányzott a reggeli kompromisszumom mellé. Írtenek meg egy hallgató műsorban. Egy jó kis mákiát a kompromisszum. Na, milyen volt a hétvége? Meséltek, én nem tévéztem. Láttátok a dalt? Ugyanolyan... Néhány, nem, figyeljetek, mert én őszintén mondom, hogy engem nem érdekel ez a műsor. Utólag szoktam visszanézni a dalokat a videó megosztó portálokon, úgy nem voltam lenyűgözve. Uh-huh. De már például a Piero által rettenetesen felhájpolt Vásári Andrén óta, hát, hogy az kifejezetten az Eurovízióra született, és hogy az nem ilyen, és izé, hát. Szóval nagyon, nekem nagyon lany meleg, és nem csak azért mondom ezt, mert savanyos szőlő. Persze, az nem is. Csak. Vállaljuk fel az is, ugye, mert... Van, hát ez benne van a pakli. Jobb, mint ha megírnák róla. Nem láttam most hétvégén, volt valami, akkor semmi kiemelkedő. Semmi. Tehát langyos dalok, langyos zsűrizés? Igen? Én se láttam, úgyhogy nem tudok mit mondani, viszont nagyon sokan szapulták már ma reggel is, itt az SMS falon a műsorban, azt nem mi mondtuk. Azt nem. Na pedig Piero zsűrizését kivel kifejezetten kedvelem. De lehet, hogy akkor ő most mellé választott. Elfértünk volna mi oda ezzel a dallal. Bőven. Lett volna egy kis bővele. Élet ebben a műsorban, igen. Na, azt mondja, hogy... Nézzük gyorsan, mi helyzet az utakon, mit írnak hallgatóink. Ahogy írt egy hallgató, igen, ez már hiányzott neki a reggeli kompromisszum elé ez a dalocska. Azt mondja, hogy Szentendrei úton egy ezüst színű Opel Corzának egy fekete BMW ment neki, aki tovább ment, később megállt, de mivel a korzás hölgy nem ment utána, el is húzott onnan. Reméljük, hogy akkor ők találkoznak majd. Úgyhogy mi bemondtuk, mert többen kértétek. Azt mondja, hogy mérnek az M1-es 87-es kilométerénél a felüljáróról mindkét irányban Joker küldte nekünk. A 86-oson Mosó-Magyaróvár felé egy barna színű kutya szemben a forgalommal kamionos üzente. Újabb info a 6-os útról, 2 kilométerrel a csomóponttól simán haladunk, az M0-as csomópont miatt van torlódás, ezt Leslie küldte nekünk, köszönjük szépen. Valamint az M86-os 88-as kilométerénél fotóznak a felüljáróról. Geri, a Golf 5-ös küldte nekünk. Az egyes úton is van egy trafi Győrön belül, az ÖM-falkútnál, méghozzá a felüljáró alatt Skoda Octavia kombi rendőrautó a városról kifelé menőket ellenőrzik. Ezt Robi küldte nekünk. Köszönjük. Aztán még egy-két SMS csak a darra. Gyerekek, ez a szám zseniális. A dal zsűrje mondja le. Ez a legjobb dal az összes hallgatatlan versenydal között. Kaptuk ezt is SMS-ben, illetve néhány helyen már kezd kisütni a nap, Siófok, Velence, Tengely. Velence, ennyi. Mindig jó idő van. Ennyi. Süt a nap, úgyhogy kezd jó idő lenni. Kezd jó idő most lenni. A negatív majd beborul. Aha, ja igen. Gyerekek. Nem vagyok. Bárcsak mindenhol sütne. Nem ébredem meg senki Velencei tóportján, bocsánat, hogy na. Hú, süt a nap, még utoljára rámegyek a jégre. Már nincs is jég, nincs nem? Már szerintem hétvégén elolvad. M7-es 132-es kilométerénél Nagykanizsa felé mérnek. Ezt Döki küldte nekünk. Köszönjük szépen. Azt írja valaki, hogy nem unjuk még a Hunadal? Nem. Nem, viszont sorolhatnánk, hogy mit. Ez azt jelenti, hogy ő unja? Egy kicsit benne van az SMS-ben. Hallgass meg még egyszer, jó? Aha, adj még neki 5 esélyt legalább, jó? Igen. Na, egy nagyon-nagyon morbid témával folytatjuk. Úgyhogy aki érzékeny, az kapcsoljon el. Így van. Most. 3, 2, 1, mi szóltunk? Hát de még nem biztos, mert lehet, hogy neki ez pont nem érzékeny téma.
Érted? De lehet, hogy neki valami már... mondani. Igen. Ezt el szokták mondani, hogy most... érzékeny. Érzékeny, tehát folyton, hogy felhívjuk, kiket szólítunk fel? Kis 12 éven olvak, már nem szól a műsor, mert hogy ez már kint van a műsor elején, nem ajánlott. Plusz iskolában vannak. Már iskolában vannak, 4-9 van, aki és diák, és most hallgatja még a rádiót, az húzzon bele, mert már késik egy picit. És ettől függetlenül fog jönni olyan SMS, figyeljétek meg, ezért is fogadjunk meg. Magas labda lenne meg zicser, hogy reggeliznék. Egészséged, de egyél. Igen, vannak a mit csinálok éppen most című hallgató, aki mindig jelzik, ha valamilyen téma nem tetszik, de nem azt írják le, hogy miért nem tetszik egy téma, csak leírják, hogy ők mit csinálnak éppen. Igen. Ugye? Igen. Van valaki, akinek nem tetszik a téma, ő annyit ír, dolgoznék. Tehát ő finoman jelzi, okay, hogy nem jó a téma, és nem lehalkít bennünket, hanem megírja nekünk, hogy dolgoznak. Van, aki azt írja, vezetnék. Van, aki azt írja, reggeliznék. Viszem a gyereket az óvodába, csak ennyit ír. Nem mondja, hogy melyik igen része nem tetszett a témának. Viszem a gyereket az óvodába. Nem, nekünk azt tudni kell. Igen. És, ugye, és be ugye, van kötve? Kérdez vissza. Igen. És ugye ez egyértelmű, hogy a Mikulásról beszélünk, hogy Jézus kerül, és valaki ír, hogy óvatosan, mert viszem a gyereket, az rendben van, akkor értjük, hogy mire gondol. De valamikor teljesen banális témára egyszer csak megjön az SMS, 4-9-kor, hogy itt ül mögöttem a gyerek. Így van. Egészségedre. Mit csináljunk? Így van, hogy egyébként az adásmenet, akkor majd variáljuk a témákat, hogy mindenkinek jó legyen. Na, viszont egy érdekes dolog, és eljátszhatunk a gondolattal, hogy milyen jó lenne, ha ez Magyarországon csak akár így menne. Ugyanis, hát ugye tudjuk, hogy a kártyázás ez egy nagy szenvedély, aminek nem lehet csak egyik pillanatról a másikra felhagyni vele és abba hagyni. És hiába ér utol valakit, az a bizonyos halál, aki ugye nem válogat, egész egyszerűen, ha kártyázol, akkor a túlvilágon is kártyázol. Ugyanis pókerezett a saját temetésén egy férfi Puerto Ricóban. Teljesen morbid a dolog, ugyanis emberünk állítólag szerette mindig két végéről égetni a gyertyát, 31 évesen szívrohamban halt meg, szívroham végzett velem, és a család szeretett volna úgy elköszönni a családtagtól, ahogy azt ő megérdemli, ezért szerveztek neki egy óriási pókerpartit. Na most a fotón egyébként látszik, hogy emberünk ott ül, nyilván kedvenc Jackie-ében. Henry Rosario Martinez, így van, aki nagyjátékos volt életében, és a halálon túl is ott ül napszemüvegben, baseball sapkában, a kedvenc bomber jackiében, és a barátok, az ismerősök, a családtagok szintén ott ülnek vele, körbeülik az asztalt, és hagyják, hogy Henry Rosario Martinez megtegye a tétjeit, igen, vagy amit megtenne, megteszik helyette. Picit passzív. Igen, hát nem kapkod, de nem kapkod. A igen mellette ülő haver teszi meg a téteket helyette, vagy legalábbis ezen a képen. Elképesztő morbid, de ugyanakkor a szenzáció is a dolog. A férfit kedvenc ruhájába öltöztették, asztalhoz ültették, jöttek a barátok, megkeverték a lapokat, és játszani kezdtek. Ennyi. És mindenki vidám, mindenki jól érzi magát, mindenki szurkol Henrynek. Igen. És hagyják nyerni. Igen. És ennek egyébként nem tudjuk, milyen lapjárása. Nem tudjuk, milyen lapjárása van. Hát passzív, de ha jó fej, valaki emel helyette, és még lehet, az lehet, hogy a kis Rosario meg is nyeri. Egyébként a Karib-szigetországban nagy divatba jöttek az utóbbi időben az olyan temetések és virasztások, amik ugye nem arról szólnak, hogy azok, akik itt maradtak, azok szomorúak, hanem ünneplik az életet, ünneplik azt, akik itt maradtak, és örülnek, hogy egyelőre még nekik van egy kis lehetőségük élni, és élvezni az életet. Igen. És ha a morbidságát leveszed, akkor azt kell mondjam, hogy marhára igazuk van. Nem? Persze. Hogy nagyon, egyébként ez néhány kultúrában azért ez működik, meg van, ez az európaiaknál nem annyira, hogy mi nem is tudunk a halállal mit kezdeni. Ha morbidságát leveszed, akkor ez tök jó, hogy ők ilyen búcsúznak. Maga a fotó nagyon kemény, ott ül. Napszemekben, baseball sapkában a többiekkel. És hátra döntve a fejed. Rettetesen morbid, de van, igen, hát vannak bizonyos kultúrkörök, ahol ez abszolút belefér. És van egy karibi temetkezési vállalat, akik erre szakosodtak külön, hogy ilyen és ehhez hasonló kéréseket teljesítenek. Uh-huh. Tehát ahol a nász nép úgy gondolja, hogy ők még szeretnének kicsit együtt lenni, teljesítik a kéréseket. Beöltöztetik megfelelően a halottat, és
odaültetik az asztalhoz. Ezt egy cég szervezte. Most nem tudom, mit kellett ezen egy cégnek szervezni. Tehát, hogy ráadták a kabátot, a szemüveget. Hát meg gondolom, itt egy ilyen bebalzsamozási folyamat is volt előtte. Tehát, hogy azért biztos, hogy meg kellett oldani valahogy, hogy mondjuk tartsa lapokat, meg hogy egyenesen üljön, mert valószínűleg, illetve nem biztos, hogy a halál úgy érte, aztán a fene se tudja. Tehát, hogy itt azért ül az ember, a kezében ott vannak a kártyalapok, és a többi támaszkodik a másik kezével az asztalon, tehát, hogy ez nem egy természetes pozíció. Gondolom, ezt a részét intézhetik. Én megnéztem egyébként a céget, hogy hát, ha esetleg az óceánon átívelő vállalkozásról, vagy nemzetközi vállalkozásról van szó, de nem. Tehát, hogy tehát nálunk, ha te itt, hogy miért? Te igen, mit kérnél nálunk egyébként, nincsen de mit irodáljuk. Szeretnél? Én a, hát valószínűleg a Penny Marketbe állnék a pénztár sikeres génémet. Dehogy is, téged egy sékártya. Nem, én téged egy benzinkúton tudnálak elképzelni, hogy állsz a pénztárnál balra, éli, odalépek fizetni. És ott állik, és ez a ki... Ez a rohadt pongyűjtő kártyát, és tudod mindenki nem megterhelni egy. A pongyűjtő kártyádat, vagy mindegy ilyen kártyatrükk bűvész, oda kihajtogatja. Nem, hanem tudod, ez a kihajtogatatos ilyen 20 igen. darabos, ilyen átlátszótok, tudod, mint egy kinyitsz, és akkor így tegedegedegedegedeg, és akkor így szépen így lefut. És mindenki odalépne hozzá, kivenné a kártyát a kezedből, megterhelné neked, és ezzel tisztelegne előtted. És visszatenné. Na, a kérdés egyébként nagyon jó, hogy János hol állna, mert pont ezen gondolkoztunk mi is, hogy ha már ez ennyire morbid, de mégis ugye ez csak tényleg nekünk itt Európában valószínűleg ennyire morbid, hogy az ember elmegy, az esetek nagy többségében egy kórházba elbúcsúzik a szeretétől, és utána nem látja többet, és az egész nagyon idegen, és nagyon furcsa, és nagyon gyorsan lezajlik. Más kultúrkörökben egyébként meg teljesen természetes mondom, mennyire jó. Ott vannak, virasztanak, körbeülik, és egészen fiatal korodtól ezt a dolgot elfogadod, felkészülsz rá, megtanulod kezelni, és látod, hogy a többiek is osztoznak a gyászban, és ugyanakkor az életörömben. Mennyire szimpatikus lett volna. Tényleg, tehát hosszú-hosszú évekkel ezelőtt én azt kértem volna, hogy ültessenek be egy pipsóba, és körbeültek volna a haverjaim, és tudod, hogy fölmegy a redvény, és ott látják. És te mindig ott ültél, mint örökös tag. Ennyi. Oké, játsszunk el a gondolattal. Drága hallgatók, írjátok meg nekünk, hogyha ez a cég működne Magyarországon, és lenne egy lehetőségetek. Lehet egy kicsit morbid, de tessék tényleg eljátszani a gondolattal, hogy nem teljesen ideg módon beraknak bennünket, ugye, ahova mindenkit majd elvisznek a kórházból, hanem még az utolsó kívánságotokat teljesíti. Ki hova rakatná saját magát? Hova mennél? Mit csinálnál? Mit kérnél a családtagodtól? Mit kérnél a családtagodtól, hova tegyenek téged? Bebalzsamozva, ott ülnél, ahogy Rosario Martinez élete legfontosabb kártyapartiját egyébként valószínűleg meg is nyeri. Ugye? Hát nála nagyobb póker az hát, most a csapatban már egészen biztos, hogy nem volt. Ott ül, és ő még látható. Kártyázik egyet a haverokkal. Hát ha el kell menni, akkor menjen inkább így az így ember. Van, nem? Én például simán el tudok képzelni egy ilyen estebédet a kórhelyben, ahol a Feri támaszkodik az asztalnál, mint jó góri. Mozdulatlanul. És ilyen laza a testnézete. De várj, akkor tudod, mi legyen, hogy tartsa meg legalább az étlapot elé, aki odaül. Nem. Úgy képzelem, hogy a jobb kezed, hogy a hüvelykujjad, meg a mutató ujjad ugye összeér, és a szárhoz emeled, és jelzed, hogy ennél a tokánynál jó volt, én még nem ettem. Egy rohadt nagy szivar legyen, akkor adjuk meg a módját. Ja, leszoktál, igen. Tudod, az, ami a két ujjal szépen. Nem, egy rohadt cigi, tudod. Rohadt nagy szivar, aki akarja, azt neked meggyújtja, aki akarja, szíves lukat folyamatosan. A másik kezemben szivar, pohár. Égő szivar lenne a kezedben, baseball sapka napszerűen, mert ezért a tekinteted kicsit már üveges, egy jóféle boros pohár a másik kezedben. És így. És aki bemegy az étteremben, jó napot, főnök, és te ott állnál. És köszöntenéd, mint örökös tagként, köszöntenéd a belépőket. Aztán... És így lehetne vacsorázni. Én oda köszönnék nekem, megigaztam a cipőfűzetet, megigazítanám a kallérodat, meggyűjtenem a szívet. Egy kicsit már elmosódott, főnök. Ezt a lebbes levest az egészségedre. Bármi van oda átfelé, nem sokára találkozunk. Ez simán lehet, hogy de hát ez a mi álláspontunk. Lehet, hogy mondjuk az étteremnek a dolgozói a következő szituációban látnak Ferit, illetve nem szívesen, csak hát tőle megszokott, hogy a Feri egy hatalmas blokk ott tart a kezébe, és kérdő tekintettel néz rájuk, és közben üvöl. Vagy pedig, ha mondjuk a nébiesek jönnek be, hogy hátrál a fal felé, és ez a
én semmi közöm ez az egészhez. Igen, egyébként ez tényleg érdekes, hogy ki hova menne az utolsó útján, hova vigyenek a barátok és az ismerősök, mit csináljanak te veled? Te babzsákot egyensúlyozzál a fejedel, a hétvégében. Hú, az milyen, mert várjál, de akkor ő fölfelé. Ilyen nem vagyok, tehát azért, mert egyszer elmentem pénteken egy iskolába, és babzsákkal egyensúlyoztam a fejemen, azért nem azt jelenti, hogy most egy babzsákkal a fejemen akarok áldogálni. Nézd, a hülye babzsákkal a fejemen áldogálni. Akkor láttam Balázs boldognak, amikor egy babzsákot egyensúlyozott a fejére. Igen, a gyerek iskola választóján. Igen, akkor tegyünk babzsákot a fejére. Nem, én valószínűleg valami olyat kérnék a barátaimtól, amihez nem volt elég bátorságom, hogy kipróbáljam. Tehát valami, amit mondjuk nem mersz megcsinálni. Kevés ilyen dolog van, amit én nem próbáltam ki. És hogy azt még... Na és most a népi tánc, hogy a vérfertőzés legyen. Csinálj a vérfertőzésre szabad. Nem, mit tudom én, valaki mondjuk fél az ejtőernyőzéstől, vagy valaki egész életében szeretett volna lejönni egy hegyről, vagy bungee jumpongolni, de nem merte megtenni. Hát akkor vele tessék kiugrani, tessék berakni, valaki azt írja, hogy mit tudom én, egy rafting hajóba tegyék be, mert nem volt bátorsága raftingolni. Kössenek be egy rafting hajóba. Már, csont tűzi, kezdetben az előzési. Tudom. Én majd rafting voltam, de imádom, de voltak olyan részek, ahol mondtam, hogy ez picit erős, ott mindenki borult. Ó, oké, Bali, ezen a részen nem mertél lemenni. Beszíjaznak, megkapom az előzőt. Tesztek rám egy napszöveget. Két oldat a szát, hogy így rogjál. Hátulülő két barát, és azt mondják, na Bali, most akkor ez kemény lesz. Ha borulunk, akkor próbálj meg kihúzni a csomó. Kezembe kapom az evezőt, a napszöveget, és oktatás csapatjuk. Is. Először beülnétek egy két személyesbe, és ott lenne az oktató veled. És ha mutatom Balázs, mit kell csinálni. Mutatom Balázs, mit kell csinálni, akkor, hogyha felfordulok, egy ilyen mozdulattal húzod vissza magad, és megfordulhat, és ugyanúgy ülnél meg. Amit én nagyon szeretnék kipróbálni, sose tanultam meg eléggé síelni ahhoz, amikor fölvisznek valahogy nagyon magasra, amit leraknak oda a helikopterre, mert nem megy felvonó, és elindul szűzhóba, ilyen brutális. Menekülsz a lavina elől. Ugratásokkal, menekülsz a lavina elől, és ha ügyes vagy, akkor hát 30-40 métereket zuhansz úgy, hogy a magasság nem majd, csak alattad ugye nincs talaj, és iszonyatos sebességgel jönnek le. Hát ez egy külön technika, a szűzhóvas élés, sose tudtam rendesen megtanulni. Valaki felcsatol egy ilyen páros lésre, ő rakja a kis napszemeget, és azt mondja, kapaszkodj, Bali, ez volt a kérésed, és lejön be. És a buli kedvéért kiabálják utána, hogy hey, király vagy! Jól tudod? De az meg lenne egy kötél, amivel a kezét rángatta, hogy tudjon integetni. Jó, buli! Néha, aki siel velem, az így meghúzza a kezét. Hogy nézd, hogy élvezi, nézd, milyen bátor, hogy jön le azon az északi lejtőn. Érted? És valaki lesiel. És ha életedben ezt nem tudtad megtenni, vagy erre nem voltál képes, akkor valaki lejön veled. Vagy kiugrik ejtőernyőből, ha valaki azt nem merte, vagy leugrik bungee jumpinggal, érted? Tehát valami olyat, amit féltél, vagy nem mertél, vagy a képességeid miatt nem volt rá lehetőséged, soha büdös életben nem fogok lejönni egy ilyen hegyről. Mert nem tud az ember annyira síelni. Ez jó lenne. És a két válladat én gömbcsuklósá tennék, egy ilyen, hogy hívják, és én elektromotorokkal így mozgatnák, és lehetne látni, hogy a lököd magad előre. Nézd, milyen bátor! És még tolja is. Igen. Ha elesel, akkor megmondják, nézd, hogy topi. Nézd, milyen ügyes. Nézd, hogy bukfencezik. És akkor valaki szépen elkap. Ugye, szóval, hogy ezen el lehet gondolkodni. Teniszezést, hogy elintéznénk neked, hogy Rozséval üss egyet, de csak egyet, valamilyen világversenyre bevinnénk. Rozsé menedzsmentje elég nehéz velük elintézni. Ahogy látom, hogy megírjátok a levelet, hogy Kedves Rozsé, az van, hogy barátunk elhúgy, de minden álma volt, hogy veled játszon egy gémet. Bárhol vagy, oda visszük. Oda visszük, egy mozdulatra képes, így a testből visszaütése, tehát az lenne a feladatod, hogy pontosan az ütőjére a tenyerese már nem a régi. Hát. És ott áll a velem szemben Roger, érted, valahol nem tudom, Brisbane-be kapnánk 5 percet, hogy játszunk vele. Sajtó, fotó, és nem mondjátok el, hogy én már nem élek. Ja, igen. Te levelet írtok Rogernek, akkor nem mondjátok el, hogy én már nem élek. Az volt az álmom, hogy én egyszer belejátszak. Mondjuk Roger már nem aktív játékos, belemegy. És megérkezek, mint Bernie a hóbortos hétvégében. Ott áll a pálya szélén. Ott állok a pálya szélén. Két ember kellene a pálya két oldalán, két zsinórral. Oda-vissza húzgálnánk. És a derékban mellett mozgathatóvá lenne téve, szintén egy gömbcsukló segítségével, és akkor jobbra bal lehetne húzni. Legfeljebb csak tenyeresekkel. Tenyeresekkel operálnám. És egy lapon állnál, amin vannak görgők. Egyébként én arra nagyon büszke vagyok, ugye, amikor kiültem a gép szárnyára.
mert azért ez egy nagy dolog volt, hogy leküzdöttem a téviszonyomat, tehát milyen jó lenne, ha egy légitársaság örökös tagnak fogad, és a bal szárnyon. Mint ha valaki ülne a szárnyon, ahol ne törődjön vele, ő a légitársaság kabalán. És ott ülnék a bal szárnyon például, nem elképzelhetetlen? És két napot el lesöpörnék róla a madártollat, picit, ilyen, a havat így, egy picit megakad benne, de ez az időként. És ott ülnék a gép bal oldalán, de abszolút el tudom képzelni. Na drága hallgatók, írjátok meg, tessék. Ha ez a cég létezne Magyarországon, milyen, sajnálom, hogy egyébként nem létezik. Mert hogy egyáltalán ez itt nem annyira, hát hogy is mondjam, bevett szokás, akkor hát ti mit kérnétek ettől a cégtől? De mit csináljon? Mit csináljon veletek? Hova mennétek? Ugye? Hát ez érdekes. Hogy olyat próbálnád, azt csinálnád, amit mindig is csináltál, mert ő ugye azért pókerezik, aki a Ő mindig is pókerezett. Mi azt mondtuk, hogy vagy hát az... ez rád van bízva. De hogy te például újat akarsz kitalálni. Én mindenképpen valami újat, amit nem tudtam megcsinálni. Amit még nem csináltam. Így van. Hiszen a szűzhóban lesik a... De nem. Egy GoPro-val a fejemben. Mindenki. Nem mondta, hogy nem jó. Ahogy megszeretted, megszoktad. Azért képzeld már el, hogy mondjuk a Gangsta Zoli besiklik a jégre, és siklik tovább, és a palánk megállítja. De ő sokat jégkokizik. Persze, nem? Hát imádja, hát pont ezért. Érted, ez egy kedvenc tevékenysége. Egy csomó ilyen ismert ember van, akiről tudjuk, hogy nagyjából, hogy mi az, amit szeret. Igen. Na, nézzük egy-két SMS, mit írnak a hallgatóink. Tehát magatokról kell elképzelni, tehát ne úgy írjátok, hogy a haveromat elvinném, hanem ti hova vitetnétek saját magatokat. Jó? Azt mondja, hogy én a feleségemmel ugranék szívesen ejtőernyő nélkül. Már ha együtt történik meg a dolog, ez egy érdekes dolog, igen. Én a testem kivitetném a strandra fürdőruhában egy ernyővel a parton, mert addig nem mertem kimenni, mert ducinak látom magam. De ez milyen jó, nem? Ez volt az utolsó kérdés, hogy a lelei szabad strandon még hagyd nagyon gátlásos egy volt. Egy óriás koktél a bal kezében, napszemüvegben. Igen, azt mondja, hogy nekem elég egyszerű kívánságom lenne, mivel hogy foci edzőként dolgozom, ami nagy szerelmem, az utolsó meccsen leülnék a kispadra. A baj maximum ezzel csak annyi, hogy egész meccs alatt folyton mozgásban vagyok a pad előtt, illetve kellene egy magyar hang az öltözőkben a taktikához. Tehát tényleg, például, ha te szeretsz foci meccsekre járni, akkor a nagy örökös rajongóknak lenne egy helyük, ahova leültetnék őket. Igen. Nem? Tehát lenne minden stadionban egy csomagbontott szotyival. Lenne egy olyan páholy részleg, ahol a nagy ősdrukkerek, ősfradisták, újpestesek ott ülhetnének. Igen. Kapnának egyik kezedben a szotya, másik kezedben pedig a középsúlyát mutatja a pálya felé. Jó napot, Józsi bácsi! Józsi bácsi, látom, ma is ugyanaz a véleménye. Drága hallgatók, na hát írjátok meg nekünk, jó? Hogy hova vinnétek saját magatokat? Ez a kérdés. Kicsit morbid, de mi nagyon szeretjük, főleg ha ráklikkeltek és megnézitek a fotót, hogy az ember ott ül, egyszerűen nem tud tőle nem jobb kedved lenni. Szóval tényleg morbid, de ugyanakkor nagyon szórakoztató. Gyorsan egy pici közlekedés, M7-es 132-esnél a Kanizsa felé mérnek, ez ebben a pillanatban jött, illetve 11. kerület Andor utca 23-as szám előtt rendőrbácsi könyökön a hátsó ülésen. Hát a könyökön a hátsó ülésen lehet, hogy őt oda már letették, ez volt a kérdés. valaki letette oda, igen. Mérnek az M1-es autópályán kifelé a 88-as kilométernél, és strafiznak az 1-es úton, még Győrön belül az ÖMFAK útnál, úgyhogy ott is vigyázzatok. Pontosan 8:30 van, várjuk az SMS-eket, jó, nyugodtan engedjétek szabadjára a fantáziátokat, és írjátok meg nekünk, jó? 8:30 van, ahogy mondtam, Ákos elmondja a híreket, aztán jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 3:49 lesz pontosan 6 perc múlva. Hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk, itt vagyunk. És folytatjuk, néhány helyen az országban már süt a nap, és állítólag ez lesz mindenhol, délutára megérkezik a napsütés. Jöjjj! Ezt mondta Ákos, hát meglátjuk, hogy valóban így van-e. Reménykedjünk benne, hogy tényleg. Mondjuk ezt úgy mondta, ezt mondta de Ákos. Hát az egy várjákipizés, mindenki picit. De hát ugye tudjuk, hogy mit várhatunk akkor valójában. Nem erre gondoltam, csak hogy Ákostól hallottam, hogy ne, engem szidjatok majd, ha esetleg nem érkezik meg a napsütés. Gyorsan közlekedjünk, egy picit nézzük, mit írnak a hallgatóink. Van egy-két trafi, egy-két baleset, vagyis szokásosan indul a reggel így hétfőn. Az M1-es autópálya 86-os kilométerénél a felüljáróról mérik a gyorshajtókat, Kriszti küldte nekünk. Lukács házára hazajöttek a rend Éber Őrei Szombathely felé, mérnek Tomi. Hevesben trafi a tank felőli oldalon üzente Panni, valamint trafi a 2A-n a 47-es kilométernél, ezt Móni küldte nekünk. Gödrében trafi van a 66-os úton, egészség Gödre küldte valaki nekünk nagyon szellemesen, valamint a 11. kerület Andor utca 23-as szám előtt rendőr bácsi könyököl a hátsó ülésen.
Újabb info a 6-os útról, 2 kilométerrel a csomóponttól simán haladunk már, az M0-as csomópont miatt van a torlódás, Leslie küldte nekünk, és trafi az 1-es úton, Győrön belül az ÜM-Falk út után, úgyhogy vigyázzatok, és menjetek lassan. Na, mi pedig ugye egy kis morbid dologról beszélgettünk, amit ugyanakkor nagyon szeretünk, egy Puerto Rico-i temetésről, mert hogy hát a karibi országban, a Szigetországban nagy divatba jöttek az utóbbi időben az olyan temetések és virasztások, amiket az itt maradtak, amiknél ugye az itt maradtak nem gyászolják az elhunytat, hanem hát ünneplik az életet, és kellő módon búcsúztatják el, ahogy kell, ugye illő módon búcsúztatják a halottat. És azt csinálják vele, amit szeretett volna még, egy utolsót. Mi elképzeltük saját magunkat, hogy mi mit csinálnánk. Ugye Jánosról megállapítottuk, hogy egy benzinkúton állna, mint örökös tag. Ahogy odalépsz a kasszához bal oldalon, közvetlenül a csokoládé és rágópult előtt, tartva a kis kártyáját, sok-sok kártya egy füzéren, mindenki jóvá írhatna neked még egy pontot, tisztelete jeléül. Feri a saját éttermében egy... Hát ott ugye több állag is felmerült. Több volt, igen. Ha legyünk vendégbarátok, jó legyen ez. A vendégbarát, igen, az, azért az. Igen. Ahogy hívják el, mi jobbokán sehol nem eszel, főleg ennyi. Vendégbarát, ma ilyet csinálnál éppen napszemben, egy nagy kalappal a fejeden, támasztanál egy asztal, szivarka, egy borral, és aki beülne, az oda köszönne, hogy jó napot. Leülhetne esetleg mellém egy borra. Igen. Mi a mai menü? Mi a leves, kérdezni meg. Nekem alternatív, több minden lenne. Több minden a lenne. Síelés tetszett a legjobban. Síelés, Rozsera, teniszezés, elvinnétek teniszezni valamilyen teniszpályára, vagy lesielnék egy valamilyen kis meredekebb lejtő. De az zseni lenne egyébként, amikor mutatnák egy Grand Slam döntő, és már kiürült a nézőt, és senki nem csinálta, még mindig ott ülnél mosolyogva az első sorban. Ha nem adnak Grand Slam széket, akkor adjanak egy ATP 1000-est valahol, vagy egy 500-as. Én beülök bárhol. Az én székem lenne. Ennyi. És ott ülnék. Ott ülnék, és lenne egy webkamera. Nálak, igen. És így mennének, így takarítanak, törölgetik így a székeket, végig söpregetnek, köszönjük hozzád, én, hogy téged is egy ilyen, hogy hívják, leporolgatnak egy ilyen kis kakastoros tolseprűvel, és aztán mennének tovább, és teljesen a részévé válnál a helyre. Igen. És ott tudnák, hogy én ott vagyok. Na nézzük, mit csinálnának saját magukkal a hallgatóink, mert hogy arra kértünk benneteket, hogy írjátok meg, hogy az utolsó út után, ugye, mi legyen veletek? Mit csináljanak a haverok, hova mennétek? Mivel nagyon szeretem a horrorfilmeket, a színészet is tetszik, szeretnék szerepelni egy horrorfilmen, írja valaki. Úsznék a nagyfehér cápában, végre mindenki boldog lesz. Nekem teljesül az utolsó kívánságom, az örökösöknek pedig ugye elég az odautat fizetni. Én a férjem ex-nejével szeretnék kávézni és sütizni egy kellemes meleg nyári délután. A férjem ex-nejével. A férjem ex-nejével. Fényképeket is akarok az eseményről. Anyósommal egy vadvízi evezésen, ahol csak rajtam lenne védőfelszerelés. Puszi nektek, Évi. De ezt az anyósáról képzelte, vagy saját magáról? Ugye ez jó kérdés. Hogy kit vinne? Az anyósát vinni valószínűleg egy vadvízi evezésre. Én az utolsó kívánságom, igen, az utolsó kívánságom az lenne, hogy egy Rammstein koncerten tartsák meg a búcsúztatásomat. Melinda küldte nekünk Bécsből. Utolsó utáni kívánságként szeretnék részt venni egy morning show adáson, akkor tényleg én lehetnék a naphallgatója. Mondjuk az bírnám, itt tőle valaki. Ez volt a kívánság, jönne a család. Füles a fején. Bali, Feri, Jani. Érdek, hogy cserégetnék előtt a kávét, a zabot. Gábor kívánsága ez volt, hogy beüljön veletek egy utolsó adásra. És itt ülne Gábor velünk. És itt van velünk Gábor is. Köszönjük, Gábor! Annyira rögtem rajtatok, srácok, hogy tolatásnál sikerült meghúzzom a főnököm kocsiját, gondolom a fizetésemelés most nem kéne felhozni. Jani küldte nekünk. Engem télen fél méteres hóba szikrázó napsütésben napozó ágyra, fürdőruhában, kisasztallal, napernyővel, egy üveg viszkivel tegyenek ki, és mondják, hogy bírja a hideget. Gábor küldte nekünk. Nagyon szeretem a spagettit, írja egy másik hallgató, már betegesen. Az igaz, hogy az ország egyik felét odaadnám egy tálért, szóval arra gondoltam, étterem 8-10 fő, mindenki előtt egy tányér spagetti, együtt esszük az utolsó adagot. De te nem eszed. Zsolti küldte nekünk. Hát te már nem eszel, de a család veled együtt eszi meg az utolsó spagetti. De várjál, hát persze nem eszi, de maga a pozitúra, amivel beállítják, simán lehetne, hogy benn van a szájában a spagetti, de csak a másik vége ugye meg fel van tekerve a villának a végén. És ez. És igen, egy gombnyomásra még valahogy be is szigorít. Kis vákumot képzel a száj. Első osztályú paszta. És a Feri állna vele szembe, és mindez a kórhelyben. És tényleg egy... Na, akkor kettőtöknek a kinevésre. Tehát lehet, hogy én ugye halott vagyok már, én várom.
És akkor lehetne odahozni a halottakat egy utolsó spagettivésre. Most belegondoltok, ha egy nébikesnek, egy apekjelölnek, egy pincérnek, az étterem vezetőinek, meg egy vendégnek ugyanaz lenne a kívánsága, azt is összehozhatnak, hogy egyszerre 5 halott is legyen. Tök jó! Mekkora hullám. Duna deltában csónakba ülve egy 400 kilós vizát fárasztanék. Napszemcsi, szalmakalap, kockási. Azért az megvan, hogy rángatja. Szén a WC papírára. Egy idő után beráll. De várj, hogy intézed el, hogy kapást legyen, ugye? Tehát ott valahogy valakinek el kell kezdeni kifogni a halat, és amikor rákap a hal, akkor kell átadni a kezébe. Fogd meg, Széna, most fogd meg! Hogy rángatja? Hogy küzd vele? Hogy rángatja? Talán, nézzétek, mi jelent. Találni kell egy vízát, aminek ez volt az utolsó kívánsága, hogy Széna a WC papírára fárasztassa majd. Csak víz lehet, Mastercard, nem jó? Na jó. Jézus. Azt hiszem, most de az biztos, hogy limitált, hogyha aranykártyás több száz kilós. Ja Istenem, utolsó utamon szeretnék egy kitámasztó kerekes kerékpára kötöző a Tour de France egy hegyről legurulni a tömegbe. Ugye hát valaki Tour de France rajongó, és Kandi írta nekünk. Azt mondja, hogy úszóoktató lévén utoljára elmennék az úszodába, egy utolsó órára bemutatnám a gyerekeknek a lebegést. Ezt Spéci küldte nekünk. Volt rendőr vagyok, engem tegyenek ki trafipaxolni egy forgalmas útra. Nagyon jó. Milyen szép. Nekem az előbb egyiket, amikor olvastad be az egyik ilyen trafis SMS-t, akkor pont ez jutott az eszembe, hogy a hátsó ülés a rendőrbácsi könyököl. Nem biztos, hogy rendőrbácsi ott könyököl és dolgozik. Lehet, hogy utolsó kívánság. Betették oda. Ötven, igen. De a trafi attól miért ne? Attól még hát ez dolgozik. Igen. Azt mondja, hogy hosszú katinkával nyomna valaki egy pillangót. István egészen pontosan. Ha meghalsz, Bali, leforgatunk veled egy utolsó Balázsót, ami úgy néz neki, mint egy, bábú, akit madzaggal irányítanak téged a háttérből, és a régi felvételekből vágnánk rá hangot. Az milyen jó lenne. Mi volt ez? A hobortos hétvége volt ez a film, ugye? A Bernie-ről nem derülhet ki, hogy Bernie már nem él. Óriás klasszikus. Ugye? Nagyon nagy film. És Bernie-t viszik mindenhol. Igen, viszik mindenhol, és általában úgy van, hogy két oldalról közre fogják, mozgatják a karriert, ez egész egy hihetetlen blöd film, de nagyon szórakoztató. Igen. Azt mondja, hogy én csak egyszerűen horgásznék, tegyetek le ott, nekem jó lenne, türelmesen várnám a kapást. Sosem mertem rúttáncolni, Marci küldte nekünk, ezt hiszi senki. Engem exhumáljatok, hogy ott leesek az M85-ös átadásán, írta nekünk K. Az Ebro folyón szeretnék egy rekord harcsát fárasztani. De azért itt vannak megszállott. Vannak megszállott percások, igen. De egyébként tényleg mi van a meztelen lovaglással? Én azért azt is simán el tudom akkor képzelni. Akkor már úgyis mindegy. Hát az a baj, azt egy időbe kellene, nem? Hárman? Hármunknak? Nem. Azért az nem garantált. Csak, ja, csak nekem. Eleresztenénk valahol a bőrzsénynek. Fölkötözni alulról. De azért nevé. És a felénél már így lefordulva. Úgy lenne, hogy a, igen, mire megérkeznék, már itt csak a lábam lenne be akadva. Két lábát. Nézzétek, milyen ügyes. Két lábát a lónak a hasonlatt össze gumipókoznák, hogy fogja. És ötöt fogná egyébként a gyeplőt, azt is mondjuk rászik szalagoznánk, és egy mosolygó arccal mesztelenül, és így látnak, így ilyen napokon, heteken keresztül látnak, így ott feltűnnem, mint a fej nélküli lovas abban a régi orosz kalandfilmben. Mennyire meg tudnám őrizni a méltóságomat, nem? Nézzétek, hogy szeretem. Ott van a lovas, ott van a mesztelen lovas. Csapjatok a seggére, csapjatok a seggére. Egy bumerángot. A lónak is. Egy bumerángot meghallgatnék felvételről, életemben sose volt elég bátorságom hozzá. Hát ahhoz kellett is. Azt mondja, hogy mit írnak még a hallgatók? Raliba, a rali autóba ülnék be navigátornak, írja nekünk Zsolt. Vagy bázisugranék, azt is nagyon szívesen kipróbálnám. Egyébként tényleg egy jó bázisugrás. Az. Ugye? Nem nyílt, hát na és? Igen. Ez is érdekes lehet, igen. Azt mondja, hogy egy F1-es autóba ültetné valaki saját magát, illetve hullámvasútra első sorra. De jó, de az F1-es autó. Ott kivezet? Uh-huh, igen. És valaki elküldte nekünk a legjobbat, reggeliznék. Aha, ja, reggeliznék. Hát, igen, a legjobb klasszikus. Ő kedvencünk, reggeliznék, igen. Hát a Forma 1-es autóban vannak ezek, igen, a dupla ülések, tudod, amikor elül. Úgy, igen, mert egyébként meg az, mi lenne, hogy tudjuk. A 12-es kicsit beragadt a rajtnál. Mondj. Nem megy az egyes, de nem veszi. Nem mondta, hogy nem jó, hogy el lehetné intézni, hogy beülhessél. Elrajtolnám ez, hogy addig téged letolnának. De megtette, ott ült egy ott volt. Ott volt. Úristen, de morbid. Én nagyon szeretem ezt a témát. Na jó van.
Köszönjük szépen az SMS-eket. Van, aki Metallica koncertre menne egyébként, még az is nagyon kérzed jó. Kérzed az első sorba, ott ördög villázik. Igen, valaki pedig azt írja, hogy nudista strandra soha nem mert kimenni, ezért most. Az utolsó útja oda vezesse. Vigyék egy nudista strandra, ami már nem zavar. Jó, de ott is egy természetes pozitúrá. Tehát, hogy nem az, hogy mit tudom én, lent sütkérezik a napon, vagy ilyesmi, hanem áll a lángososnál. Sorban többieknek. Egyébként igen. Megkerülik a bácsi. Igen. Na, azt mondja, hogy mutatjuk a hármasugrás beugrót. Jó, figyelje mindenki, hogy mit kell kitalálni. Nagyon egyszerű lesz, viszont gyorsan mutatjuk. Ez a beugró a hármasugráshoz. Az anyja. Egy körvonal. Hát egy körvonalazódik bennem. Én most ezt abszolút nem vágtam. Az nem, utolsó. Még egyszer nyugodtan. Még egyszer? Nem, nehéz volt? Nem. Jó. Hétfő van. Segítsünk még egy picit. Hát ez combos. Ez nagyon combos. Na, ezt kell kitalálni, drága hallgatók. Jó, küldjetek el nekünk az SMS-t. Kettő darab dalcím, vagy pedig kettő darab előadó. Az, ami jöhet még. Olvastam egy felhívást, még annyi időm van. Mesztelen szereplőket keresnek egy reality műsorhoz. És ez Magyarországi Televízió csatornán lesz. Ismerem a formátumot. Jaj, és lesz Magyarországon. Állítólag, hát most az a baj, hogy állítólag nincs jelentkező, de én azon gondolkoztam, hogy a gyerekek, a műsorvezető, én egy képet láttam a külföldiből, ő is mesztelen, hogy ki tudsz elképzelni műsorvezetőnek. Én látom, hogy Tilla átnézeti az apróbetűs részt az egyesen, hogy elnézést, azért ez nem volt benne a szerződésemben. Én úgy hallottam, hogy ezt a TV2 akarja megvenni. Én a Viaszat 3-ra. Viaszatra hallottam. Viaszat. Ez már kint működik, csak mindenki mesztelenül van, és akkor valami szép helyen vannak egyébként. Mesztelen Randi? Talán igen, mesztelen Randi. És egy olyan képet közöltek a műsorból, de a külföldiből, hogy állnak egymás mellett a szereplők, és hátulról mutatják a műsorvezetőt is, aki szintén mesztelen. Ott egy lány volt, akit nagyon megnéztem volna előről is, de hogy Magyarországon ki biztos, hogy nem RTL, és biztos, hogy nem belsős műsorvezető. Örülnél neki. Ki gondolsz? Bariban játéztük a 2016-os programmodellt. Hát ez maradt. Ez jutott, úgyhogy hajrá. Gyerekek, hát a Berki mindent úgyis bevállal, tehát ő bárkit bármennyiért, bárhogy eladna, hogy képernyő lehessen, tehát egy ember már egészen biztos, hogy van, mind műsorvezető jelölt, neki aztán tök mindegy, csak képernyő legyen. Igen, meg lóvé legyen belőle, tehát ő tényleg. És akkor kis vasalt helyre is esetleg végre megtudnánk, hogy mi van. Az a baj, én láttam ezt a műsort külföldön, de ott mindig mindenki volt blőrözve. Egy idő után tök unalmas volt, mert nem láttál belőle semmit, mert mesztelenül randiztak, de mindig kiblőrözték a lényeget. Se a fiúnál, se a lánynál nem. Akkor mi értelme van? Tehát ez akkor jó, ha tényleg megmutatjátok azt, amit meg kell mutatni. Mondom, ezt láttam, randiztak gyönyörű helyeken mesztelenül. Hát talán az, hogy ahogy viszonyulnak egymáshoz. De az is csak 5 percig. Van egy plusz zavar. De az 5 percig lesz zavar. 5 perc, igen, érted, de hogyha mondjuk leszerveznek egy, hát voltak ott, mit tudom én, érted, ott is ilyen beülőkbe kellett beülniük a derekukra. Van egy csomó ilyen vicces jelenet, amikor húzatják őket ilyen ejtőernyővel, ilyenek, és azért az bevág. Azért van egy perc, az van egy fogás szituáció. És nyilván így van a kitalálva a randik, nem? Tehát biztos, hogy a legaljasabb dolgokat találják ki. Igen. Felviszünk benneteket egyenlőre, bekötő, üljetek bele a beülőbe. Azért az még a csajoknak csak a pasinak az rosszul néz ki, amikor is elnyomják az arcát, nem is? Kicsit így balra áll, tudod. Azért ember legyen a talpának, hogy vidáman tud randizni. Szerintem nincsen. A Berkin kívül nincsen olyan műsorvezető, aki így ismerte, befutott a barca, aki ezt elvállalná műsorvezetőt. Hát, vagy csak nem tudjuk. Érted? Hát Vujt Ritka eleve ragaszkodna a sapkájához. Én imád nem ott állam ezt kellene, hát és csak a sapka. Hát azért ez marra nagy. Hát el tudnám képzelni. Szóval most lesz valamikor? Nem tudom, mert az van állítólag, hogy nincs rá jelentkező. Tehát, hogy nem tudják elindítani, mert nem, hogy műsorvezető nincs, hanem játékos se. Tehát, hogy a magyar ember nem annyira akarja megmutatni magát. Illetve a műsorvezető már ott áll bent a díszletbe, castingba, csak nem jön senki. És ott egész nap herébe tud. A gyerekek, küldjetek már be valakit, rohadtul fázom. Most akkor már kezdjük már ezt a castingot. Értsd meg, nincs senki. Jó, nincs gyerek, hadd vegyek fel valamit. Nem, maradj mesztelen. Tehát a magyar ember nem megy el erre, ez fura lenne. Azért fura, mert az utóbbi években azért a reality műsorokban szinte mindent, sőt nem szinte, hanem mindent megmutattak.
Tehát, hogy túlmentek azon a határon, ami még én azt mondom, hogy még a szemérmességé valamilyen szinten így ott van. Abszolút. De amikor jelentkezel, akkor valószínűleg erre nem gondolsz, hogy ott te megmutatod magad. Itt meg úgy mész be, hogy mesztelen vagy. Tehát úgy lépsz be a válogatóra, érted, hogy egy Bremen. Hát lehet, hogy azért, mert a forgatási helyszín mondjuk nem egy ilyen Karib-sziget, vagy egy Karib-tengeri sziget lenne, hanem mondjuk, mint tudom, az Omszki tobbartja. Tényleg. És le. Belépsz mesztel, hogy megjöttem. Nem, itt a Josi barát forgat egy alarim. Itt vagyok. Nem, ez a mokka. Egy picit arra, ott a viaszadott kéne. Beállít az erébe, tudod, nagy szája. Egy ajtóval arra. Na jó, van, várunk friss közlekedéseket, ágalgató, küldjetek nekünk, mi helyzet az utakon. 5 perc, pontosan 9 óra. Jövünk a hírek után. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Baton Jani. Akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Ez itt a Morning Show. 9 óra után pontosan 9 perccel itt vagyunk, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Nem már ilyen zenét, a Vitézi is megmondta, hogy nem 1974-et írunk. Jó, én szerettem ezt a zenét ennek ellenére. Így van, nem olyan rossz ez. Jó kis Bon Jovi után itt vagyunk, igen. Meg igen. Meg akinek ő címezte ezt a kis gondolatot, az szerintem a 60-as évek zenét hallgatja. Na, az meg a másik, igen. Olvastátok a Facebook oldalát, hogy mit írt? Persze. Elolvastam, hát rengeteg igazság van benne. Nagyon sok igazság van benne, hosszan elemzi. Hát, hogy milyen irányba megy a tömegközlekedés a világ nagyvárosaiban, hogy már mindenki ugye nem azt nézi majd a következő generáció, hogy hány autója van, mekkora autója van, hanem hogy tud alternatív módon közlekedni, hogy lehet maximálisan kihasználni azt, hogy tele legyenek az autók, hogy mindenki uberezni fog, bringázni fog, igen, gyalog megy, tömegközlekedésre megy. Nem kevesebb, hanem több buszsávra lenne szükség. Tehát, hogy olyan irányba mennek a fővárosok, és a tömegközlekedés, és az autós versus tömegközlekedők aránya és harca, hogy a tömegközlekedés fog győzni előbb-utóbb. Igen. Plusz a bringa. Plusz a bringa, és ahol ezt fejlesztik, meg egy idő után már mindenhol. Meg az alternatív közlekedési eszközök nagyon okosokat ír. És azt nem mondja, azért hogy az kellett nagy menjen része... annak idején, mert nem volt okos, tudod. Igen. Hogy az emberek nagy része, akik autóval járnak, nem azért járnak autóval, mert egy kis kényelmesebb, vagy jobban egyszerű kényszerűségből, mert hogy egyébként a közlekedési lehetőségek nem olyanok. Én leszek az utolsó. Aki még autóra száll. Nem, akkor meg már minek? Akkor meg már te eljárogatsz egyedül. Igen, mert egyedül vagy, tökre ízi, tökre elférsz mindenhol. Én leszek az utolsó. Menjetek, bringázzatok, tömegközlekedjetek. Egy csepp benzin, nem sok amíg van. Addig te ott vagy az utakon. Én képviselem. De még akkor is kocsival fogsz menni, ha már tolni kell, mert nincs benzin. Ott tolod egyedül az autódat. Akinek öt anyja van, az tömegközlekedjen, komolyan mondom. Nem mondhatsz ilyet, nem mondhatsz, lehet menni tömegközlekedésre. Ott van, nézd meg az Annát például, ő is érted. Igaz, hogy egy vonalat használ minden reggel, tehát nem kell átszállni. De Jani például átszáll. Én átszállok. Na, és mégis vállalja, látod? Nem érzem benne a hősieséget. Nincs benne semmi jó, de ez van, ez de van. Csinálok. Le a kalappal előttetek, tényleg. Én inkább elalok. És te is be tudnál bringázni. Oké, meg is van. Majd a Benni ott áll, apuci. Éhes vagyok, nem. Semmi. Kenyér vagy benzin? Hallgass! Na figyelj csak, ez majd elnyomja a korgást. Nem, majd ha fejlődik a tömegközlekedés. Tudom, ez nekünk autósoknak egyfajta kifogás, hogy majd, ha jobb lesz a tömegközlekedés, de nem. Vannak olyan autósok egyébként, akik azért várják mindig az autómentes napot, mert akkor sokkal jobban lehet közlekedni a városban. Egy csomóan ott hagyják. Tudod, hogy szerintem, amikor futóverseny van, mentek futni, meg tudom a kerülő utakat, és nincs város. Nincs a városban autó, és tudok menni. Jó is az. Nem, egyébként tényleg jó, amit a Vitézi ír, hogy teljesen átalakul ez az egész. És hogy az emberek viszonya a tömegközlekedéshez és az autózáshoz mennyire változik pár napjainkban is, és hogy mennyire meg fog változni a következő 10 évben, illetve a következő generáció számára már mennyire nem az lesz a fontos, hogy autóval menjen és saját autóval, hanem hogy egyszer letegye és tömegközlekedjen, amiről beszéltünk, bringázzon, alternatív dolgokat vegyen igénybe. Magának ehhez szerethetővé kell tenni, ugye egyrészt a VKV-t, vagy a tömegközlekedést, tehát azért nem lenne baj. Ha tiszta lenne, ha gyors lenne, ha működne, ha rendes lenne a sofőr, szóval azért lehetne sorolni a dolgokat, de működő kész a város. Meg egyébként kár, hogy ezekre a fejlődésekre, ezekre az előremutató dolgokra már neki csak így közvetve lesz lehetősége hatása lenni a közlekedési múzeum éléről. Hát igen, pedig nagyon jó dolgokat. És ezt egyébként őszintén, hát igen, én őszintén szóval mondom, hogy ezt sajnálom. Igen. Pedig nagyon jó dolgokat indított el. Nagyon.
ugye a Bubi többek között, nagyon sok mindent, és nagyon jó dolgokat. Igen, csak sok volt az ötleted így. Így. Igen, túl jó ötletei voltak. Ezért nem szabad. Nem szabad. Legyél szürke. Nem. Legyél hétköznapi. Legyél csöndes. Akkor nem vesznek észre. Kinyitod a szállat, nagy számú jó ötletei is vannak, akkor vége. Akkor vége van. Na, gyorsan egy-két közlekedés ír. Nézzük, hogy mi a helyzet az utakon. Mi van a Kálvin téren? Áll a bál, mentők, tűzoltók mennek le a metróba? Igen, elviekben ott egy műszaki hibás jármű miatt most nem áll, illetve nem halad a metró, nem megy a metró, azt mondja, hogy... A műszaki hibás jármű az úgy értsük, hogy ég a metró? Nem tudjuk. Hát a BKK mindig úgy fogalmaz azért, hogy azért ilyen finoman. Aha. Finoman. Tehát feldobták a hétfő reggel utazó kedvét egy picit, egy lánguló metró szerelvénye. Legyen valami kaland, te mondtad, hogy olyan unalmas, ért. Na, mondtam, hogy a világ és a nagyvárosok a tömegközlekedés irányába, vagy nézzük meg, nálunk olyan gyorsan a metró, hogy kigyullad. Bizony. Úgy szállítja az utasokat. Hát, vagy egy másik olvasata van, kisütött a nap. Élvezik az emberek a nagyvállalatér és a Deák-tér között gyalog a felszíne. Menjenek a jó levegőre, sétáljanak. Nem, egyébként járnak pótlóbuszok természetesen a nagyvállalatér és a Deák-tér között, de a Ferenciek terén, ahogy azt Ákos is kihangsúlyozta a hírekben, nem áll meg valamiért. Tudja, hogy kigyulladt a metró. Váci út nagyon lassan halad befelé, Fábiás Norbi küldte nekünk, aztán 4 tűzoltó jött a Kálvin térre, rohannak le az aluljáróba, ezt Rigó úr küldte nekünk. Hevesben trafi a tenk felüli oldalon, üzente Panni, valamint trafi van a 2A-n is, a 47-es kilométernél, ezt Móni küldte nekünk. Gödrében trafi a 66-os úton, és az M6-os Budapest felé vezető oldalán a Szentgyörgyi pihenőnél mérnek, úgyhogy ott is legyetek óvatosak. Ezt Lala küldte nekünk, köszönjük szépen. Na, mi pedig nagyon régóta nem csináltuk már, úgyhogy terméket tesztelünk, ugyanis láttunk valamit egy reklámban, és szeretnénk utána járni, hogy valójában működik-e. Jó régen jöttünk ezzel a rovattal, hát egyre ritkábban látunk már olyat, amit le tudnánk tesztelni, mert nagyon sokszor tettük már, de most megtaláltuk. Uh-huh. Meg a forgalmazók is egy picit bátortalanabbá váltak. Kevesebb dolgot kapunk már, és küldenek nekünk tesztelésre, mint anno, de most láttunk valamit, ezt egyébként nem elküldték, hanem megvettük, úgyhogy már is utána járunk, működik-e? Ha elhiszed, hogy az vagy, amit megeszel, megiszol, megveszel, akkor ne érd be a cuki helyet a cikivel, a frankó helyet a gatyival. Teszt a lelke mindennek. Mi mindenről leszedjük a keresztvizet. Na, itt vagyunk. Itt vagyunk egy jó kis teszttel, és hát mindjárt meg tudom fogni. A teszt arról szól, hogy instant... Már szeretem a szót, magát, az instantot. Porformájában, most még porformában található halacskákat mi van? Tudsz te nevelni, hogy egy tasaknyi port beleöntesz egy mini akváriumba, és halak lesznek belőle. Halpor? De ez hal eledel, nem? Vagy biztos, hogy nem tubifex, vagy szárított borna. Tehát, hogy nem az van, igen, hogy veszel halat, bedob bele, öntöd ezt, és akkor abból... Ezek pici vízi élő lények, aha, amik most még por formájában vannak. Vizet teszel az akváriumba, tessék? Sórák. Rák. Ja, ez a sárkány! Ja. A sárkányosat mondjátok? A sárkány. Erre nagyon kíváncsiak, mert gyerekek akarnak ilyet. Sárkány nevelés. Tényleg? Na, akkor mi ez? Na, mondom. Valójában mi ez? Beleöntöd a port az akváriumba, mini műanyag akvárium, vizet öntesz hozzá, és egy-két napon belül megelevenedik az akvárium. Te leszel kis mini rákokkal? Igen. Igen, amik úgy néznek ki, mintha sárkányok lennének. Tényleg? Aha. Tehát felébreszted őket alvó állapotukból. De jó hangzik. De most ez még egy évig, de ott azért fekszik az acsiba a sárkány így. Hogy és aztán ez a kis háromszemű, tudod, ez a hosszú farkú. Ez most porformában van, de ha ez vízzel találkozik, ez megvilágosodik és életre kell. Ezt nevezem én evolúciónak. Ez kemény. Évekig eláll porformájában. Vízzel találkozva életre kell. Jézusom, de beteg. Na, ki volt ötös biológiából? Hát, tudja ezt megmagyarázni? Körbe kérdezgetek a folyosón. Hát, elúszkálnak, eljátszadoznak a kis vízi világukban, és meghálálják a gondoskodást, növekednek, úsznak, és ha eteted őket, akkor láthatod, ahogy szaporodnak. Nem mondd már! De most még ezek porformájában itt vannak a tasakban. Egy légmentesen lezárt zacskóban. Igen. Tehát nem csak vízük nincs, hanem még levegőjük se.
Az a durva, hogy annyira álmos voltam reggel, hogy ebből egyet megittam, mert azt hittem, hogy a napi multivitaminom. De nem keverted, jó? Nem, ott volt az asztal, mert eltéptem. Érdekes, úgy emlékeztem, hogy ez narancsos. Úgy emlékeztem, hogy ez marakujás. Úgy emlékszem, hogy ez marakujás volt. Nem, picit álmos voltam. Hát most mit csinálják? Jézusom, akkor te rákos leszel. Hát az biztos, akkor ezek itt fognak érdekelni a sem. Aha, szaporodnak. Szaporodnak, növekednek. Növekednek. És így után megpróbálok majd a köldöködön keresztül utat találni a felszín. És megszem az ágyon, olvasgatok, és egyszer csak azt látom, hogy pici rákok jönnek ki a köldökömből. Na. Szóval, hogy mik vannak? Hát, vagy majd reggel, amikor könnyítesz magad. Kérlek, csak az ollódat ne használd! Kérlek, csak az ollódat ne használd! Fú, ez tarisznya, ez? Kijött a páncél? Nem is ettem csípőset, nem is ettem csípőset. Csak rakott krumpli volt hétvégén, rakott krumpli. Mi csíp, mi csíp? Na jó, tök komolyan. És egy homár! Úristen, ezt eladom a halpiacok! Ajj, ajj, ne csettincs, Remélem össze van kötve az ollót. Gyerekek, ez nagyon beteg. Teljesen beteg, hogy már nem tudunk mit kitalálni a gyereknek, ezért öntsünk bele egy kicsi port. Öntsük bele. Kelljenek életre. Csiribí, csiribú, csiribá. De várj egy pár nap, azért pár napig ne üljünk itt. Nem olvassuk el? Valami... Csak kérdezem. Azt, hogy töltsd meg a tartályt 350-380 milliliter szobahőmérséklet szélsebmentes palackozott vízzel. Még flancolnak is, nem szeretik a szélsebmentes. Elhiszed ezt? Szórd bele a tojászacskó teljes tartalmát, és elkezdenek kikelni a kicsi kis sárkánykák. Az első pár napban annyira aprók, hogy csak mikroszkóppal lehet látni őket. Jaj, meg kockák! Azt hittem, hogy belöntjük, és... Igen, és azt mondja, szia kis gazdám, igen. Három kívánságos. Ez olyan, mint a törölköző, amit tudod, ekkorában meg lehet kapni, 10 forintos nagyságú, vagy 100-as, vízbe teszed, és... De az stimmel. Azt igen, na de hát ezt most nem is láthatod. Ha gondosan eteted őket és törődsz velük, akkor láthatod, hogy növekednek pár hónap alatt teljesen kifejlett kis sárkány kolóniáid lesznek a tartályban. Aha. Uh-huh. 4-5 naponta egy kis etetőkanálnyi ételt az étele zacskójukból. Mindegy, hogy mi? Ne etesd túl őket. Kajásosnak kedli. Ne etesd túl őket. Jó. Azt írják. Jó. 2 centire is megnőnek és 6 hónapig élnek. 2 centire? 2 centire. Szelüstezd át, hogy az minden iskidéje a tetején. Levegetnek. Most ókínaira váltottam. Na ennyi. Csak elmondom, hogy időjelző fényed is van. És mit jelez? Mert nem tudom. De hogy mit? Na, nyissuk ki a kis rákocskákat. Jó. Várjál, nem elég egy csomag? De. A szaga is olyan? Jó, a kezemre öntöttem. Uha. Elmondom neked, hogy a szaguk. Ne fújd le! Most ezek már a kezemen, akkor ezek ők. Nyald le! Nem akarok. Figyelj, de azok már, de hallod, megölöd azokat a rákokat, most bele kell a kezedről szórni. Egyébként is meghalnak, de ezek porformában vannak. Hát nem ölök meg rákokat, mert ez most még... Hát figyelj, ha mindegyik porból rák lesz, akkor lesz egy 8 milliárd rákod. Keverd össze őket egy kis kanállal. De nem a kaját öntöttük bele? Most jól megetetted a vizet. Viki. Most belöntöttük a vízbe, az egész víz olyan lett, mint amikor így feloldott benne a búzafűlevet, tehát ilyen kicsit zöldes. A kaját öntötted bele? A kaját öntötted bele. Akkor szerintem szép kezdjük előre. Gyerekek! Jó. Food. Óriási betűkkel ott van rajta, hogy food. De vajon ez mit jelent? Ez a kaja. Food. Érted? Food. Akkora betűkkel van rajta, food. Na, akkor ezt öntsük ki, mert van egy másik is. Jó, a másik meg rajta van, hogy ex. Nyissuk ki. Tojcsi. Nagyon jó. Nyissuk ki, öntsük be. És vártuk volna a kiköket halálra. És hetekig itt nézzük, gyerekek, ez nem nő. Nem, az lesz, hogy nem jövünk rá, és utána a rákokkal etetjük a kaját. És elkezdenek nőni a kaják, ugye? Mert a kaját öntöttük bele. Nagyon jó. És hatalmas rákkaják úsznának benne. Figyelj, azért jó, mert nyilván ezeknek speciális étel kell, ami most nincs. Olyan öltünk meg millió számú rákot azonnal. Érted? És ez 6 éves gyerekeknek van. Megcsinálok a webcamet, igen. Összesen mi 150 évesek vagyunk, vagy egy még annál is. Egy hét alatt megnézheditek, hogy a kis rákok hogy születnek, és na most ez tele van kaja maradékkal, nem? Ki mostad? Jó. Na fussunk neki még egyszer. Jó. Öntjük bele a rákokat a vízbe. Jó. De először nyisd meg a Google Translate-et. Rajta van ex. Ex. Huevos. Huevos. Por favor. Na várj. Nyitom a rákokat. Aha. Nem tudom. Kinyitni. Ez biztos lehet kapni hozzá külön kaját. Ki tud nyitni? Nem tudtam kinyitni. Foggal. És akkor a gyerek nézi, hogy nőnek a rákok? Igen.
Hát célszerű akkor, mint talán egy tavaszi szünetben megvenni, mert hogy... Hogy van ez biológiailag? Tessék, magyarázza ezt el nekem valaki. Ferenc, ő jöjjön ki a táblához. Magát hibernálja? Ferencem, jöjjön ki a táblához. A feladat a következő. Ferike 12 éves, jön biológiával akkor felelni. Ha magát hibernálja, akkor belülről zárható az zacskó valószínűleg. Ha van egy zacskórákom, akkor az csilivel és forró hagymával, forró olajjal megcsinálom. Van egy zacskórákom. Én beleöntöm vízbe, élő lények lesznek belőle, de bármeddig eláll porformájában. Kérem, Ferenc, magyarázz el, hogy hol viccel meg bennünket az evolúció. A fogalmam nincs, tanár úr. De komolyan mondom. Hát, Jánoska, segítsen Ferenc segítségére. Én csak annyit tudok róla, hogy ettem már ilyet ilyen bögrésleves formájában. Reméljük, ilyet nem ölt, Jánoska. Eljjön. Ferenc, kérem, kezdjen el a tételről mit beszélni. Mit látsz? Az van. Tanár úr, behozok egy fél disznót, ha átenged most ebből. Hol tréfál, igen, szólok anyádnak hozzá a mangalicát, csak ne buktasson meg biológiából. Szóval hol tréfál meg bennünket az evolúció? Nem kellett volna még beleönteni a kaját. De mit akarsz ezzel a kajával, Viki? Most először esznek, aztán szaporodnak. Hát aha, most megfordítottuk az evolúciót. De még a szájuk se fejlődött ki, csak mondom. Tehát... Na, megnyitottuk a por, úgy néz ki, hát nincs. Zahár Gábor lát ilyet sokat, egyébként egy apró pici tasakban fehér por van. Azok már a rákok. És ezek a tojások. A tojások. Ezek a tojások. Ezt beleöntjük a vízbe. Rák tojás. De a rák az tojással szaporodik. Figyelj, teljes erdő. Ferenc, eddig jelzem, nem ment át biológiából. Nem ment át biológiából. Na, beleöntöttük a kis akváriumban, tehát azt mondja, ez olyan kicsik, hogy egyelőre csak mikroszkóppal látod őket. És van hozzá mikroszkóp? Elkezdett föloldódni, mint egy ilyen pezsgő tabletta. Úgy kell elképzelnetek. És az üvegnek, már nem van hozzá mikroszkóp. Aha. Hihetően. Sokkal jobb. Üveges professzor vagy. Hát gyerekek, itt semmi nincs. Zavaros a víz. Én semmit nem látok. Mink ez annyira mikroszkóp, hogy egy ilyen gyerek nagyított. Műanyag lencse. Műanyag lencsét elétettek. Na! Hát. A kísérlet nagyon izgalmas. 3,5 hónap, és megtudjuk az eredményt. 3,5 hónap? Nem, ugye? Nem, azt írja, hogy elolvastam, hogy mit ír. Gondosan eteted őket, és töröcök, láthatod, hogy növekednek, és pár hónap alatt teljesen kifejlett kis kolóniád lesz, de már néhány nap után láthatóak ezek a kis pici teremtmények. Jézusom. És mennyi idő után lehet főzni hozzá ők száraz tésztát? Hát, a rákot nem eszik száraz tésztával, te. Száraz tésztát a rákod. Te született tengeri ember. Figyelj, minden ilyen zacskós tésztánál oda van írva, hogy nyomokban rákot tartalmaz. Igen. 6. És ők most hímek vagy nőstények? Hát nem tudjuk. Mennyi kérdés? Azt mondtad, szaporodnak, akkor kell, igen. Akkor lány is, fiú is. Ez is az is. Azért... És ha sörényes, akkor hím, ha nem sörényes, akkor nőstény? Hát, szerintem ez azt mondja, hogy oroszlánoknál stimmel, de ez rák. A nőstényeknek gyakran egy fekete zsákot találunk a hátán, ami egy tojás hordozó, ebben fejlődnek a kis bébik. Na, ott is alapján dolgoznak. Kire? Ezek a lenyűgöző élőlények szinte mágikus képessége van. A túlélése 5 különböző módon képesek reprodukálni magukat, attól függően, hogy éppen milyen környezetben vannak. A nőstény a hím nélkül is képes szaporodni. Aha, tehát lehet, hogy csak nőstényeket kaptunk. Élő utódokat is ki tud kelteni. Képes olyan tojásokat hordozni a zsákjában, amelyek akkor kelnek ki, amikor elhullatja őket, vagy olyan tojásokat, melyek csak egy szárazabb időszak után kelnek életre. Gyerekek, milyen intelligens, nem? Nagyon, nagyon okos. De komolyan mondom, hogy senki intelligens. Senki sem gondolná ezt a zacskó porról. És mi van, elpusztulna? Hát, sajnos ez benne van a pakliban ismerő minket. Figyeld, ezt figyeld, hogy milyen intelligens. Miután a családod életciklusa véget ért, hagyhatod egy időre az általad kialakított lakókörnyezetük kiszáradjon, majd töltsd meg újra vízzel, így azok a tojások, melyek arra várakoznak, hogy a szárasság után kikeljenek, pár napon belül újra előbújnak a kis akváriumodban, és megjelennek. Zseniális. Ez nagyon jó. Tehát különböző információs kóddal ellátod őket, a DNS-üket, ugye, ha van nekik ilyen, most kis túlzással, és ők azt a programot hajtják végre, amire belettek programozva. Tehát egyik ki kell akkor, amikor, mit tudom én, elpusztul, a másik csak szárazabb időszak után. Egyébként baromi intelligens. Azok, mindenképpen. Ilyet akartál venni a gyereknek? Aha, igen. És elnyerte a tetszésedet? Én még nem tudom, azért én megvárnám, hogy mi a rák.
Tehát, hogy mekkora lesz, mi a rák lesz belőle, mekkora lesz, hogyan, és hogy tudjuk-e hasznosítani a konyhában, úgyhogy megvárom a két napot, ha látható a rák, akkor belecsapom. Úgy látom, is. Az acskóban maradt még egy kis fehér por. Majd érted, hogy kellemesen elkezdenek kicseregni. Az iskolaját, ezek a rákok nagyon mennek, ha 21. században már mindenki azt osztálja. Ez milyen menő élő rákokat szívsz fel. Igazán bátor. Na, az a bátor. Igazán bátor. Erre varjon gombot az anyja. Bemész hozzá ezzel a zacsival, hogy ez volt az. Dokikám, dokikám, rák tojásokat szívta fel a rohadt életre, de valaki nagyon megtréfált. És a legdurvább cucc, ami mostanában bejött. Rák tojás. Jó, na nézzük meg akkor, hogy mi lesz belőle. Néhány nap múlva beszámolunk, jó? Jó. Addig maradjunk csendben. Azt írja, hogy hallgató, hogy gyerek imádja, tényleg szuper, még nekem is tetszik. Egy hónap alatt rengeteget nőnek. Néhány éve próbáltam egy instant macskát így feléleszteni, szegényt nem sikerült. Írja nekünk egy hallgató. Sórák, nem enyhén sós vízbe kellene tenni őket? Na. Kérdezi valaki. Na, hát le volt írva, hogy nem. Nem, azt nem írják. Hát erre nagyon kíváncsi ő. Igen. Akkor a napi rákkoktél a bali, meg volt a napi fehérje beviteled. Abszolút, igen, reggel elnéztem, azt hittem, hogy a vitaminom, igen. Na, várjatok, még Anna valamit ír. Nem, már csak a játékhoz szól hozzá. Ferencem, itt van. Mit csinálok? Itt hagyjuk akkor ezt? Hát persze, itt. Hagyjuk itt. Ha jó, akkor veszel egyet a gyereknek. Akkor igen, akkor majd a gyerekek is. Akkor veszel egyet a gyereknek. Nyomják. Teszünk föl képeket, jó, az Instára és a Face-re. Baromi drága egy ilyen egyébként. Tényleg? Akkor nem veszek. Aha, jó, hát előbb kellett volna gondolkodni. Nem arra mondom, hanem több. Tehát egy drága cucc. Igen? Igen. 5-6 ezer környékén. Biztos nem kell világítós akvárium, van olcsóbb is. Egyébként már mit ki nem találnak, ha belegondoltok, nem? Szerintem ezek a tudományos dolgok, ezek tök jó játékok. Szerintem a mikroszkóp is jó, a távcső is. Kinek kisebb, kinek nagyobb van otthon. Igen. De érted, hogy porban adják a gyereknek a halat. Így legyen akvárium. Halat. Régen mi megvetted egy kis guppit, beraktad egy befőttes üvegbe, 3 napig úszott, oldalra fordult. Hát már, aki mi vettük hozzá egy kis lélegeztetőgépet. Jó, hát ez így lélegeztetőt, meg akváriumot, némi növényt, kevés kavicsot. De azért ez a befőttes üveg vonalsi. Nálunk a szociálabb volt, ugye egy befőttes üveg, belevágta hínárt az aljába, beledobottad a kis guppit, 3 napig gyönyörködtél benne. A guppi megfáradt, oldalra fordult, mondtad, pihen. Kijöntötted, hozzá a következő. De volt olyan, hogy a fatalodal kimosadtál egy erős pistás üveget, és vettél bele egy vitorlás halat. Igen, és két malavitami sigeret. Fér bele a rohadtad. Nézd, mennyire makacs a kis halacska. Aj, Istenem. Na, játszunk egyet, itt van már is a hallgatónk. Hármas ugrás játszunk valakivel. 3-as ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Azt írja valaki, állatok dolgoznák. Hát... Nyugodtan. Halló, jó reggel! Sziasztok! Szia! Hello! Szia! Játszok, és hát gondolom, hogy játszani fogok. Akkor jó helyen vagy. Hogy hívna? Babi. Beatrixa. Teljes. Beatrix. És Babi a becenevel. Igen. Honnan hívtál bennünket? Pécsről, mit csinálsz ott? Hát én tanuló vagyok, most éppen itthon vagyok, mai nap. Miért? Hát... Nem volt kedved? Aha, beteg vagy? Doga lesz? Hát nem, egyszerűen. Csak úgy, ilyen időben úgy gondoltam, hogy most... Mi van itt ebben az országban, ezen a világ? Hogy esik egy kicsit az esős, ez egy szabadtéri iskola, vagy? Nem, főiskola már. Ja. Aha, ne haragudj, bocsáss ezt meg nekik, Babi, szakmunkásnál abba hagyták, és nem tudják, hogy a főiskola egyetem, ott már lehet választani, nem kell mindenhol ott lenni, nem kell mindenhol erre bemenni. Hát, ez kamu, ne haragudj ezért a srácokra. Na, nem mondjuk ezt, ott kell lenni, érted? Nem, tényleg van olyan óra, amelyikre nem kötelező. Persze, ezt nem tudják, mondom, megálltak egy bizonyos, a képzés egy bizonyos fokán leálltak a srácok, és nem mentek tovább. Milyenek a kérdések, Jani? Mi a kérdések? Nem nehezek? Nem nehezek. Hát, mondtad, hogy hétfő van. Jó, nekem a szakmunkás bízni viszonylag húzósak, de egyébként szerintem nem annyira nehezek. Hát na, akkor... Babi tudni fogja. Remélem. Így szól az első kérdés. Melyik hónapban kezdődnek a nyári olimpiai játékok Rio de Janeiro-ban? Fú... Júliusban. Augusztusban. Igen. Általában
De ez nem csak Rióra vonatkozik, hanem általában a nyári olimpiai játékok akkor kezdődnek. Igen. Babikám, ez a nap úgy folytatódik, ahogy elkezdődött. Hát ez van. Ugye? Vannak ilyen napok, ezt én is érzem. Bocs, ezt a nővérem mondta ezt a kérdést, neki van érettségie. Babi, legközelebb, ha lesz legközelebb, jó? Nem baj, ez is jó volt már, hogy hallottalak titeket. Nézd, bekapcsolod a rádiót, ezt minden reggel megteheted. De egy kicsit még személyes. Hát igen, így más. Mi volt a mix, azt még elfejtettem megkérdezni, mit hallottál? Train és Timbaland. Train és Timbaland, így van. Az is volt, ügyes vagy. Na, és mi lesz? Pszichológiát elvégzed, és aztán miben gondolkodol? Hát én mellette tanulok pedagógus asszisztensnek, és akkor ugye a kettőt szeretném valahogy összekapcsolni. Valahogy összehozni, hogy így a gyerekekkel, neveléssel, tehát ezzel kapcsolatban. De jó, ez egy szép hivatás. Valami kívánjuk, hogy sikerüljön. Jó, köszi a játékot! Köszönöm szépen! Ciao, sziasztok! Hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre! A vízünk továbbra is zavaros. Semmi nem látszik. Ítéletet nem tudunk mondani, csak néhány nap múlva, ha ezek a rákok elkezdenek mozogni. Akkor tudjuk mondani, működik a dolog, vagy nem működik. Várjátok az ítéletet tőlünk, nem tudjuk még eldönteni. Ennek kell egy-két nap. Ha megjelzem az akváriumot, akkor működik. Mozognak. Igen. 9:50 múlt, pontosan 4 perccel. Ha van friss közlekedési híretek, küldjetek el nekünk, hogy tudjunk segíteni azoknak, akik úton vannak. Többek között például, hogy mi a helyzet a Calvinon, mert tűzoltókat láttak lerohanni az aluljáróba, de nem tudjuk azóta sem, hogy a metró gyulladt ki, vagy valami komoly baleset történt. Az biztos, hogy arra felé most dugó van, és a metró sem áll meg, jó? A Ferencieken talán ott nem áll meg? Ugye a Ferencieknél nem áll meg, de egyébként a metrobusz az jár. Az jár a Nagy Alátér és a Deák Ferenc tér között. Biztos nem tud megállni ott valamiért a Ferenciek terén, ugye az egy picit kiesik, az a, nem abba az irányba haladna tovább a busz. Kiskerülve visszajöhetne mondjuk Budáról, de gondolom ezért választották ezt a lehetőséget, hogy nem áll meg ott. Jó? Fél tíz múlt. Ennyi volt szerintem. Fél tíz múlt, pontosan 5 perccel. Jól érzem, ugye? Jövünk mindjárt a nap legjobb pillanatai. Szefemen. Döbbenet, és ezért valaki pénzt kap. Keresett. Azt a mindenségit neki, kifolyt a szemem. Folyékonyá váltak az orcimpáim. A hangszínen mennyit gondolkozhatok? Ne, hát úgy gondolkozhatok. Avancsi, gyerekek, 1 millió euró, nem tudom, mennyiért megy fellépni. Ez egy brutál. Ezzel? Avancsi, viccel? Ezzel, persze, hát hogy nyilván az a szempont, hogy eredeti legyen. Ezt a hangszínt pedig még senki sem használta. Avancsi óriási sztár egyébként. Na, mutatjuk a nap legjobb pillanatait, mivel is foglalkoztunk. Korra reggel felhívtuk Zaher Gábort, hogy ugye hát a hétvégi eseményéről beszéljen nekünk egy kicsit. 6 embert súlyos állapotban vittek kórházba a mentők Törökszent Miklósról, mert hogy felbukkant egy új pszichoaktív anyag, és erről kérdeztük Gábort. Az esetben ugye az a legmegdöbbentőbb, hogy édesanyák is voltak a dologban, két olyan anyuka is fogyasztott ezekből a szerekből, vagy ebből a szerből, akik ugye gyermeket vártak. Hát hihetetlen. Hihetetlen. És a gyerekek sajnos meghaltak, és ők is egyébként az anyák is, vagy a lendő anyák is lélegeztetőgépen vannak. Igen. Kérdeztük Gábor sok mindenről, hogy kerül egy ilyen szer Magyarországra, kiállítja ezeket elő, sok érdekességet hallottunk tőle. Valamint egy kicsit morbidabb témánk volt 8 után, de mi nagyon szerettük, egy Puerto Rico-i temetési szokásról beszélgettünk, mert hogy ott ugye az a szokás, hogy hát az ember miután meghal, még a barátai csinálhatnak vele valamit az utolsó kívánsága szerint. Ugyanis az olyan temetések jöttek divatba, ahol ugye virasztanak is, és nem gyászolják az elhunytat, hanem ünneplik az életet, és erre már szakosodott egyébként egy temetkezési cég is. Megkéred őket, bármit kitalálnak neked, vagy segítenek a halottat méltó módon elbúcsúztatni úgy, hogy az még egy sok nevetésen megáldott parti legyen. Itt a srácot egyébként leültették pókerezni, föladták rá a kedvenc Jackie-ét, a szemüveget, a sapkáját, és a többi barát leültette a pókerasztalhoz. Kiválóan játszott egyébként, semmit nem tudtak leolvasni az arcáról. Kiváló játékos volt, igen. És arról beszélgettünk, hogy mi magunkkal mit csinálnánk, mi magunkat hova tennénk, illetve kértük, hogy írjátok meg nekünk, hogy ti, ha tehetnétek és választhatnátok, akkor mit kérnétek a rokonságtól? Ha ez egy vidám temetés lenne,
hova vigyenek benneteket még az utolsó utatok előtt vagy után, hát ugye ez megítélés kérdése, ki mit csinálna magával, barátai legnagyobb örömére. Simán elképzelhető, hogy pár évtizedre, remélem még jó sokára, valamikor egy kocsi színben felébresztem, hogy megpróbálom felébreszteni egy buszvezető, egy éjszakai járatnak a buszvezetője, hogy kicsi, ne itt aludt ki maga, mert nem tudja, hogy tiszteletbeli utas a 50-es villamosnak. De csak mész körbe. Egy baseball sapkában és egy nagy szemüvegben, igen. Nagyon első SMS-eket kaptunk, úgyhogy a reggeli pillanatokat most újra megmutatjuk. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. Én szerettem ezt a témát. Kicsit beteg volt, de szerettem. Hát nem, más látásmód volt, mint amihez hozzászoktunk. Igen. Szerintem ez a normális. És ezért volt ez érdekes. Kicsit, igen. Hogy furcsa, de hogy ugye hát itt más az elfogadott. Így van. Itt sírunk. És egyébként nem tudom, hogy jobb esőt szent meggyőződésem egyébként, hogy nem. Ugye? Biztos, hogy nem. Tehát az, hogy ott vagy, hogy részese vagy, hogy örülj több napig tart a búcsú, hogy veled van még, hogy ez egy elfogadott dolog, hogy egy hétköznapi dolog, hogy nem félsz tőle, nem tartasz tőle, hanem az élet része. Ezáltal azoknak is könnyebb, akik itt maradnak. Hiszen egy csomó félelmünket ugye a haláltól való félelem generálja, és úgy élsz az életedben, de ha ezt megéled egy temetésen valaki által, lehet, hogy ez benned is oldódik. Tehát ez egy jó rendszer. Plusz a jó dolgokra emlékszel, nem amiatt keseregsz, hogy már nincs. Igen. Tök jó. Mondom, hát étterem, benzinkút. Síelés. Gábor, hello, jó reggel, ciao. Jó reggelt, srácok, mi a helyzet? Hogy vagy? Nálam minden oké. Hoztam nektek egy új zenét, és az előbb azt mondtátok, hogy ugye Avicii kapcsán már érdekes hangszínek is vannak ma a zenékben. Van egy Jonas Blue nevű londoni producer, aki hozzányúlt egy dalhoz. Szinte mindannyian kölyökkorotokból, bocsánat, gyermekkorotokból emlékeztek rá. Azóta megjegyeztem ezt, ugye? Erre. Hogy ugye? Igen, már nem fogom többet azt kérdezni, hogy hogy vannak a kis csótányok. Merre voltatok a hétvégén? Hol voltatok a kis fatyaitok a hétvégén? Szóval, hogy volt egy Tracy Chapman nevű előadó, akinek szerintem volt egy zseniális dala, egyetlen egy dala volt, amivel igazán híres lett, ez a Fast Car, és ezt dolgozta fel ez a Jonas Blue Dakotával, ezt szeretném mindenképpen megmutatni nektek, meg a hallgatóknak is. De jó. Kellemes kalacska. Tényleg. És aztán persze el lehet dönteni, hogy az eredeti a jobb, vagy az új a feldolgozás. Ja, múltkor sem tudtam eldönteni, mikor a Csabi behozta. A maiakról nehéz, amikbe. Ezek az érdekes hangszínek bekerülnek. Igen, szóval hogy miért nyúl valaki egy ilyen dalhoz, mert nincs odáll ötlete, vagy ugye? Csak előkap egy jó kis Tracy Chapman. Én szeretem Tracy Chapman-t, egyébként érdekes hangulatú zenét csinál. Rá kell hangolódni. Tehát jobb kedved nem lesz tőle. De az biztos, viszont hogy ha nagyon rossz kedve vagy, akkor viszont kicsit segít. Na, hívjuk a naphallgatóját már is. Jonas Blue. Hol van? Így hívják. Igen? Jonas Blue és Jonas. De Jonas. És Dakota. Jonas Blue és Dakota. Dakota. De Jonas. Aha. Jonas. Csípem a Dakotákat a nagy indiai könyv miatt. Muszáj. Ebben az országban muszáj. Nem. Mi vagyunk azok, vedd már fel. Nem, ha nem akarja, akkor nem akarja. Beszéltünk a különböző hallgatói SMS-ekről, hogy van, aki úgy is helyre tesz bennünket, hogy fura módon nem értjük, hogy miért írja, de mégis helyre tesz bennünket, és erre írta az, hogy reggelizne ő éppen egy olyan témánál, ami ugye teljesen hétköznapi. Mert vannak, akik úgy írnak, hogy valami nem tetszik nekik, hogy mi arról beszélünk, és ők megírják, hogy éppen mit csinálnak, ezért ne beszéljünk arról a témáról. Egészen fura. Viszont nem vette föl. Jól van, meghallgatjuk ezt a Jonas Blue-t, vagy bárki is legyen. 3 perc van pontosan, 10 óra, jön a kívánság műsor, mi pedig holnap 6-kor. Szevasztok! Sziasztok! Ciao, ciao! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.